Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Hello, hello, jó reggelt, szevasztok, 11 perccel múlt el, 6 óra csendes magányban, de itt van, már érkezik, jó van. Sziasztok! Átdumáltatok mindent? Ali, aha. Mi van, ekkora Mit baj? Mit átdumáltuk az idő, gyerekek? Ekkora baj? Nem. Ja, jó. Várjátok, lenyelem. Kicsit átdumáltuk az időt. Ezt úgy szeretem, ezt a mondatodat. Itt vagyunk, jó reggel. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Hello. Itt vagyunk, tapsokat tudok nyomni. Mi nem van? Nem kaptad meg az SMS-emet? Nézzél át a telefonodra? Na, de most... Na? Egy perce. Hát, az egy, az pont aha, még időben jött. Aha, szolgáltatott. Az még pont időben jött. Úristen, de rosszul szólok. Zsül, csinálj egy valamit. Mindegy, milyen gomba, valamit nyomjál meg. Bármit. Ti jól szóltok? Ha most jó, már nem, hogy a Zsül hozzányúl, de eddig jó volt a te hangod is. Nem, most várjál, akkor most megint nem. Uh-huh. Mindegy, elszakörözünk itt addig. Mi újság van? Ja, minden nem a legnagyobb reggel. Nem fázott meg senki ebben ideg? Hát azért reggel kis farmerkabelbe indítottam, meg hosszan a drága, kijöttem a házból, és azt éreztem, hogy basszus, ez már nem az a nyár, ami volt a hétvégén. De csak kb. Ennyi. Mert az ideg nem volt tegnap mondjuk nálunk, vagy a szél fújt, de egyébként nem rossz. Hát a hajnal meg ilyen tizenvalamennyi. Ez most ilyen 16-17. Igen, majd fölmegy. Na hát igen, szóval, hogy borongós, esős idő van. Te is hallod? Nem hallasz semmit? Süket vagy? Én nem tudom, én két napig szenvedek ettől a beállítástól, de hát majd akkor szólunk. Lehet, hogy belement egy kis víz a füledbe nyaraláskor. Nem voltam vízbe, 16 fok volt, úgyhogy nem sikerült. Nem sikerült vízbe menni, mert 16. Majd az új górék tesznek róla, hogy legyenek jó. Processzoraink. Igen? Biztos. Neked nem úgy értek valamit? Én egy időutazáson veszek részt már tegnap óta, úgyhogy. Mi most egy nagy időutazásban vagyunk. Mi most egy nagy időutazásban vagyunk, igen. Nem baj, följük, amin bal megoldó emberünk egy Gyulát, hogy csináljon valamit. Igen. Azt írjátok már meg, hogy kifele milyen. Nekem tök ugyanaz, mint tegnap. Igen? Uh-huh. Lehet, hogy ez csak a te füleddel, vagy akkor a te füled. Hogy a fülesemmel van a baj. Kéred az enyémet? Ah, csak majd egy picit cseréljünk. Bocs, gyerekek, ez olyan, mint amikor nektek, nem tudom, az irodátokat összemaszatolja valaki, a darutokba, nem tudom, a darukba bevászott valaki, és így a péklapátotokhoz hozzányúl. Mi az hangos, vigyázz. 1-2-3. Hát ez sokkal jobb. Egyébként akkor lehet, hogy fülessel van a baj. Mondjuk így elég hülyén nézünk, hogy a te kábeled ilyen. Keresztbe fülesezünk, ez itt fokkal jobb. Igen, fokkal jobb. Hallod az enyémet, hogy egyébként valami nem stimmel? Ugye, hogy olyan ramagy? Na mindegy. Te direkt szúrsz ki a főnökkel? Pedig rá is van írva, hogy az a tiéd. Láttátok az M1 közvetítését tegnap? Csak azért, hogy közben belőfentjük a műsor. Meg párhuzamosan néztem vele az RTL-ek a közvetítését. Ezt is közvetítette? Igen, de úgy, hogy a színpadból gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. Kint a tömegben állt a riporter, és hát azokon az embereken kívül ugye nem mutattak senkit a képernyőn, mert nem tudtak senkit mutatni a képernyőn, aki a riporter körül állt. Tehát, hogy ilyenkor azért egyébként, amikor egy országos ügyről van szó, meg arról van szó, hogy a magyar nemzeti válogatott, tehát nem az MTVA-nak a válogatottja, hanem mindenki válogatottja fönn van a színpadon, hogy akkor nem lehetne elintézni azt, hogy minden televíziós csatornát felengedjenek, most függetlenül attól, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük őket. Én ezt értem, de hát basszus. Én szerintem azon, amit mondasz egyébként, hogy nem engedték föl őket, tehát nem forgathatott senki az M1-en kívül. És egy gondolom egy komfort tudott mondani a tömegből. Nem csak egy komfort. Én így állandóan felugráltam, meg így felnézegetni, próbáltam mögéjük nézni, nyilván hülyeség persze, de hogy így semmit nem lehetett látni a színpadon. És a színpadon pedig az történik, hogy a fiúk most följöttek, és akkor kocintanak, és akkor halljuk is őket a tömegből, és akkor ott vannak fel, és hatalmas embertömeg körülöttem, és mindenki nagyon örül, csak éppen a válogatottból egy képet, egy kockát nem láttam, direkt nem kapcsoltam át, jó, egyszer-kétszer átkapcsoltam. Hogy egyébként hogy néz ki, de az volt a nagy magyar valóság, amit láttam a kereskedelmi csatornán, hogy semmit nem láttam a színpadon. Ilyenkor nem lehetne félretenni, tényleg. A kizárólagosok nálunk vannak, és csak azért is nem fogjuk fel. Hogy mi van, tényleg nem lehet ilyenkor akkreditálni mindenki mást is. Most könyörgöm, tehát kinek a válogatott, hogy nemzeti 11, ugye?
Hát ez nagyon gyorsan alakult, ez a tegnapi találkozó. Tehát ugye reggel tegnap még a sajtós nem tudta megmondani, hogy hol lesz. Érted? Se a sajtós, se a teljes. Senki. Hát senki a kegyeres, nem meg nem is sajtós, se a teljes, se a kegyeres, megmondani. Igen. Vagy nem vittek olyan hosszú kábelt az RTL-ig. Tudod, előfordulott is hebrendség. Nem is egy kizárólagossági dolog. Betilávot sem mutatták, és Náksit se senkit? Hát az RTL-en nem. De a Betilávot igen, hiszen őt akkor is látjuk, amikor nem akarja mutatni senki, hiszen azért meglehetősen. Igen, ő magas személy. Nagyon magas, igen. Nagyon csinos. Vagy úgy volt az RTL-vel, hogy a focistákat már láttad eleget meccs közben, de a népet, aki kijött érte. Így van, érte. És a riportert így. Figyelj. Nekem este egy ilyen vacsira kellett mennem, de előtte belenéztem, Rakoncai Imi nyomta a nézését, meg a járását, meg a himnuszt, meg a nem tudom milyen dalokat nyomott még. Ott volt Kokó, aki konferált, hát, ott voltak a játékosok, Ria-Ria Hungária, figyelj, egészen megható volt egyébként. Énekeltek, tele volt a Hősök tere. Talán utoljára, amikor a taxisok egy Uber tüntetéssel tüntetek, akkor voltak ennyien a Hősök terén. Rengeteg ember. A fiúk egyébként baromi jól néztek, mindenki fekete nadrág, fehéring, szépen dizájnolt fehéring. Szóval, ahogy kell. Hát már, ahogy megérkeztek ugye a repülőtérre, ott tök is jó. Ugye két tűzolt autó keresztbe lőtte egy-egy vízsugarat, tehát hogy tényleg ahogy tök a legnagyobbakat illeti, úgy fogadták őket, ez fantasztikus. Ott csak mondom, tehát hogy így... Ez az kizárólagosság, tehát ez arról szól, ugye, hogy ez most az övék, a közvetítési jog. Az, hogy a Hősök tere, ami már egy, hát az már ugye véleményezett, hát nyilván megteltik, hogy ez nem, egyszerűen nem forgathatsz bele, vagy bele kell írnod, hogy az MTVA engedélyével. A vasárnapi meccset 3 millió ember nézte állítólag, a felmérés szerint, az azért nagyon komoly. Tehát úgy voltak vele, hogy ennyi úgyse lesz soha többet, még egy kicsit tartsuk, amíg lehet. És az csak ugye a műszeres némérés. Igen. Tehát abban nincs benne a Margit sziget, abban nincs benne, amit tudom én, a szabadság. Igen, ez az otthoni televízió. Ez csak az otthoni televízió. Még 1 millió ember biztos, hogy kocsmában volt, és akkor vagy valami szabadtéri nagy kivetítőn, az 4 millió ember. Nem volt ember az utcán. Ez simán van egy 4-5 millió ember, aki azt megnézte, mondjuk esetleg nyugdíjasokat, gyerekeket, nem tudom, külföldön őket nem számoljuk. 4-5-6 millió ember biztos, hogy megnézte. Nagyon komoly. Ja, úgyhogy jó volt, a Király Gabi ott beszédet mondott, meg a Gyugyi is beszélt egy kicsit. No, egészen hosszan néztük, gyereknek is nagyon tetszett. Úgyhogy jól összeröffentették. Hát igen, az RTL-t az mazohizmusból lehetett csak nézni, mert nem kapcsoltam át, de ott nem láttál semmit akkor. Okay. Tehát ott át kellett kapcsolni. Tudod, tudom, hogy miről van szó egyébként, de ugyanakkor meg nem hiszem el, hogy tényleg még mindig itt tartunk. Hogy ez egy nemzeti siker, tehát hogy ez mindenkinek a sikere, függetlenül attól, hogy kire szavazol, nem? Ez egy érdekes dolog, mert ugyanakkor meg nyilván baromi drágán vették meg a közvetítés jogait, tehát ha például az RTL adta régen a Forma 1-et, akkor te nem adhattál le egy kockát se a Forma 1-ből, és ugyanúgy a Forma 1 is sokakat érdekel és közügy, de ők egy horror pénzt kifizettek, tehát én ritkán védem meg az MTV-t, de én értem, hogy ezt miért csinálják. Ugye azt mondják, hogy ez most az övék. Egy nyilvános rendezvényen már itthon lehet, hogy engedném, de az, hogy a focisták vagy a sportkommentátorok senkinek nem nyilatkozhatnak, nem adhatsz le egy kockát se a fociból, mert azt ők csengették. Igen. Ki. Ezt ugye minden csatorna védi azért kicsit a sajátját, vagy amiért ő fizetett. Sose adhatott a TV2 Forma 1-ből egy kockát se, amíg az RTL adta. Engedély. Tehát ha nincs engedély, vagy különös engedélye feliratozva. De... Hát mindegy, de miért nem kapcsolt át az M1-re? Átkapcsoltam. Ja, időként, persze. Tehát lássam, hogy azért igen, történik. Felfedező kedvében volt. Igen. Mondjuk úgy kiküldeni a riportert az RTL, figyelj Józsi, menjél ki, forgassál, miről színpadot engedd el, interjút nem csinálhatsz, konfoly, meddig? 4 óráig. Minél több hátat. Konfoly 4 órán keresztül. Hát annyi minden nem tudok elmondani, nem baj, konfoly. Na, Bud Spencert hallottál, hogy szegénykém, hát szép élete volt, hosszú élete volt. Gyönyörű. De hogy ez valahogy olyan igazságtalan, nem? Mindenkiről azt gondolja az ember, hogy... 89? 86-87 volt, 89, ilyen. Igen. Szóval komoly. Fantasztikus élete volt. Fantasztikus. Igen, én nem tudtam, hogy nem volt akkora sztár, mint amekkorának én gondoltam. Már ezt kimondta. Hát elolvastam, és nem volt. Tehát képzeljétek, hogy 3 országban, 4 országban szerették összesen. Olaszországban, igen. Németország, Magyarország és Japán. Ez a tehát nem volt sztár egyébként Európában, nem volt sztár Amerikában, Európa néhány országa és Japán, ahol az ő művét ismerték és szeretik, senki más a büdös életben nem nézett Bud Spencer filmeket, és mi magyarok is ugye köztük vagyunk, azért kedvelt minket nagyon, de 4 országban ismerték. És a Spaghetti Westernnek Amerikában nem azok mentek? Nem képzeld, hogy hát ezt a fajtát legalábbis nem. Igen, úgy általánosságban, de hát Bud Spencer Terszil azért... Én azt hittem, hogy ők nagyon sok Spaghetti Westernt Amerikában forgattak. Tehát az Aranyeső lyukában, meg rengeteg minden
Hát vannak amerikai helyszínek is legalábbis, én úgy emlékszem. És kiderült, hogy Horvátországban és a helyek között még Gojko Mitics. Tök nagy meglepődéssel konstatáltam tegnap, amikor elolvastam az ő életét, hogy Japán, az egyedüli ázs, akik mondjuk azért mindenre vevők, ugye ők mindennek örülnek, mi a németek és az olaszok, és zéro, vége, kész. Hát mondjuk nem nagy piac, nem hát, tőlünk nagy. Persze, azért. Csak hogy én szemmeggyőződésem volt egyébként, hogy Gojko Miticset is, mondjuk a keletnémetek meg mitettük nagy gyártát. Körülbelül, igen. Valószínűleg elmész Ausztriába, tök meglepő, vagy elmész, nem tudom, mit tudom én, Belgiumba, vagy Svédországba, és megkérdezik ki, és azt mondják, valószínűleg nem tudják. Én ezt nem tudtam. Ez nem volt le semmit az ő értékéből, meg filmjeiből, meg én nagyon sajnálom őt, meg úgy kicsit elérzékenyül olvastam, mert a Nagy Bunyós volt, meg szerettem, meg a gyerekkorom filmjei. Hát a Nagy Bunyós. Te. Jó, hát ja, tudod. Mellém, szóval kés, igen. De milyen jó volt, nem mondd már. Hát. A Nincs Kettő Négy nélkül. Ez hihetetlen pozitív ember volt, tehát hogy árad belőle a derű. Tehát én azért szerettem nagyon, mert megjelent a képen, és abban a pillanatban az embernek így fülig szaladt a szája. Tehát ugye jól kezdted érezni magadat, mert maga volt tényleg a megtestesült életöröm, az élet vidámság, az élet szeretet, ez áradt ebből az emberből. Nagyon tényleg. Tehát az ölelni való nagy mackó volt. Rettetesen bugyuta filmeket csináltak azért közben, de hogy azóta mennek gyerekkorú. Minden héten belefutsz egybe valamelyik tévécsatornát. Charlie Filbo, érted? Hát, ja, igen. Nem is volt vakkes. Hát, igen, sajnáltam. Hát Magyarországon ugye még rendeznek háromnapos fesztivált is. Zánkán, Spencer Hill Fesztivál. Már 10. alkalommal fogják megrendezni idén. Tehát, hogy azért... Tudod, amit a Hemingway hasonlás versenyben? Három napon keresztül vízlévő babevő verseny. Tehát, amit akarsz, hasonmás verseny. Szóval kíváncsi tudom, milyen kapcsolatban voltak már az utolsó pár évben Terence Hill-lel, mert hogy egyetlen barátok voltak el. Egyszer nyilatkozta, hogy nem nagyon. Igen, hogy talán évi egy ilyen telefon van, jó vagyok, te is jó. Forgatta is sokáig, de hogy igen, nagy barátság a dologból, igen, barátság dologból nem lett. Hát igen. Előtte volt ugye egy egészen jó vízilabda karrier, jó ment neki, azért azt se szabad elfelejteni. Hihetetlen, sármos, jóképű, igazi, ilyen fehér nemű nedvesítő típus volt. Tényleg egyébként. Ha megnézed a régi képeit, az ember tehát egy elképesztő, hogy ilyen playboy volt. És aztán pedig lett belőle ez a nagy mackó. Amit már nem gondolnál róla, mert ha nem láttad azokat a képeket, nem is gondolod, hogy igen, hogy egy ilyen kigyúrt vízilabdás volt. Na, szóval, hogy hát sajnáljuk, persze. Nagyon. Szegényként. De hát nagyon szereted minket. Az egyik legutóbb, amiről mi is beszéltünk, egy magyar vonatkozású története, ugye az volt, amikor az egyik rajongó beírta a Facebook oldalára, hogy az ő kislánya mindig az ő hangjára, az ő filmjére alszik el, és ő ezt megosztotta ezt a posztot, és hát külön jóét kívánt a kislánynak, és ilyen nagyon-nagyon cuki, nagyon-nagyon helyes, az is annyira tipikusan ilyen Bud Spencer-es volt. Cuki volt, igen. Igen, abszolút. A Terence Hill hány éves? Ő is ekkora fiatalabb, nem? De nem sokkal, szerintem. Nem sokkal. Úgyhogy... De neki is még hosszú boldog életet kívánok. Talán a aktívabb volt filmezésben, már mikor így külön mentek. Ő rendezett is. Igen? Rendezett is, igen. Meg most valami papos sorozatot láttam. Az jaj, anyám mondta, hogy ez nagyon jó. Majdnem kicsit az előbb, hogy egy sajnos. Hát is. Sajnos aktívabb volt. Nem ítélkezünk, dolgozni. Ezek a filmvégjátokok álltak nekik nagyon jól. Tehát, hogy így komolyabb szerepek nem, valahogy nem ezt várja tőlük az ember. Meg hát a páros, ugye? Ők ketten dolgoztak. Úristen. Igen. Na, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Felhívtuk Gyugyi anyukáját, aki nagyon helyes volt, nagyon aranyos volt, egy csomó mindent megtudtunk Balázsról, és a válogatottról. Úgyhogy ezt megmutatjuk. Ildikó, ugye, akiről kiderült, hogy ő a szülői munkaközösség egyik. Hát, hogy is mondjam? SMK-s. A szülői munkaközösség oszlopa, ő szervezi a futballozó gyerekek szüleit, anyukáit, apukáit, és indítja el a járatot drukkolni. Hozza haza őket, és ez főz a gyermekére. És akkor gondoskodik a 250, 300 töltött káposztáról. Igen, hát igényelnek nagyon, a srácok. Nagyon helyes volt. Úgyhogy ezt megmutatjuk, jó? Őt is hívtuk tegnap, aztán ha játszanátok, akkor lehet jelentkezni játékra. Mi volt tegnap? Kikaptunk, ugye? Jól emlékszem. Uh-huh. Ja, abba, igen. Igen. Itt van éppen mutatja Bud Spencer. Egy jobb alsolítok rá, azt vettem észre. Hát azért van még egy pár kiló különbség. Reggel.
Amikor itt be van a gyógyulva a szemed, már kezd egy kicsit vászmetszeresedni. Jössz, és igen, szusza kifelé belőled a hagymásba. Alul, fölül. Mindenhol jön a hagymásba. Egyre vászmetszeresebb vagyok, igen. Terenci 77 elküldte valaki. Köszönjük szépen. Hát akkor igen, akkor köztük volt egy 10-12 év. Na, gyorsan, mielőtt még ismételnénk egy-két SMS, az milyen, hogy Portugália, Izland 8 között a csoportban meg csak a hátunkat nézték, ezeket az angolokat mi is értük volna. Bizony, hát mi megnéztük a meccset, a kis hármasunkat, tegnap gyerekek, komolyan nem is értettem, hogy miért nem mi vagyunk ott, de tényleg. Ugye Brexit van most már a fociból is. Igen, az most is Brexit van. Igen, de nem ők szavaztak az izlandiak. Nagyon igen, a belgákkal kicsit mellé nyúltunk sajnos, nem volt szerencsénk. Igen. Nem volt szerencsénk. Na, azt nem tudom, mi van, ha nem csoport elsőként jutunk tovább. Akkor mi lett volna? Eljátszott valaki ezzel a gondolattal, hogy akkor kiket kapunk, ha mondjuk kikapunk a portugáloktól? Hát az izlandiak lettek a csoport másodikak, ők kapták az angolokat. Ja, hogy ez hát, hát persze, mi megvertük, vagy egyszerűen nem vertük meg Izlandot, ugye egy lett, ha jól emlékszem, és ők lettek, az Izland lett csoport és második. Most és az ők most játszották az első meccsüket. Tehát mi kaptuk volna ezt az angol csapatot. Tehát ha kikapunk a portugáloktól, akkor mi az angolokkal játszottunk akkor volna. Akkor mi játszunk tegnap, így hát van. Hát meg tudtuk volna lenni lehet őket. Hát a franc tudja ez a fajta egy találgatás. Egy alternatív srácok, tehát hogy... Ott igen. Már tovább is jutott. Igen, azért Izland nagyon kemény volt tegnap, tehát hogy figyelj, mindenütt ott voltak. Átrughatatlan volt, mondom ezt, én tudom, nem vagyok focista szakértő, de most, hogy így rászoktam, érted, én tegnap megnéztem, egyszerűen nem tudtak velük mit csinálni. Tehát ez mindenütt ott volt egy ilyen fiú, akiket állandóan birkapásztorozott a Gundi, de... Birkapásztorozta? Nem, csak az volt, hogy, az izlandi birka lerúgta azért a... Ez jó, de az marha nagy volt. De ez itt válogatott, ez már régóta dadog. Hát, hogy ez nem, meg, nem jön nekik össze, és hogyha kilépnek az unióból, kb. Erre is lehet majd számítani, erre a színvonalra, amikor majd a sztárok átbutoroznak, átcuccolnak egy másik országba, ahol megkapják még azt a lóvét, amit most. Igen, hát én nem láttam, de azt olvastam, hogy búcsúztak, úgyhúztak az angolok. Igen. Na jó, van, mi ismétlünk picit, jó, aztán jelentkezzetek játékra, a hírek után pedig jövünk az ismétlés, pontosabban az ismétlés és a hírek után. Így van, 3 perc múlva pontosan 6:30. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 10 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, egy Tiesto, egy jó kis Tiesto. Tiesto után. Na, azt mondja, hogy van friss közlekedési hírünk, de nem olyan sok, úgy látom, hogy mi vagy Szabin vagyunk már, vagy vannak, vagy Gyugi van. Hát tegnap hogy... olyan nyugság volt a városban. Ahol, igen. Így lehetett most menni. Is. Hát szerintem vége a sulinak, reggel már nem mennek sokan, nem? Ja. És egyszerűen nem történik annyi minden. Azt mondja, ha kikaptunk volna a portugáloktól, akkor a horvátokkal játszottunk volna. Köszönjük. Adjuk. Nagyon, nekünk mindeni helyesbítés nagyon jól jön. Ezeket mi már így ebben a formában nem tudjuk. Azt mondja, hogy a TV2 még rosszabb volt, még kamerát se küldtek a riporter mellé. Ők már tudták, hogy úgy se lehet adni semmi. Na de akkor ki vette fel a riporter? Akkor dob telefonon. Telefonos bejelentkezés? Hát tudták, hogy nagyon nem kell. Van egy trafik Szentendén, a Pomázi út Intenspárnál megpújva a szokott helyen. Olajozd már meg a széket, Bali nagyon zavaró, hogy nyikorog. Nem a székem nyikorog, hanem... Mikrofonálvány. A könyöke, teniszkönyöke. Igen, kicsit, kiújult egy régi sérülés. Nem, ugye minden megszólás végén én eltolom magamtól a mikrofont, és aztán ugye amikor kezdünk, akkor odarántom magam elé, és hát kéne egy kis olaj, gépolaj, vagy sikosító, vagy bármi egyébként. Nincs egy kis fölösleges málna sikosítód? Várjál, málnás, nem, az a kedvenceink közé tartozik, de van egy kis mangós. Remélem, hogy még nem a vas. De a málnásikosító azért tartozik a kedvencétek közé, mert kevésbé nyikorog a fürdőszobajtó tőle? Nem, szeretem a málna ízét. És mikor? Akkor hozzá már egy kicsit léci nekem, hogy be tudjam, nekem bármi jó, csak hogy ez tényleg. Elég egy termék, mint vagy hozzá vödröst. Vég. Hozzátok, az olyatok megmagyarulnak, küldjön egy kis vödrös zselet. Igen, küldjön egy kis sós magyarokrémet, hogy be tudjam kenni a mikrofonomat. Ha már új tulaj van, legalább áldozzon erre a stúdióra egy kevéskét. Hogy ne szakadjon ránk. Nem? De, hogy nem, szerintem. Még. Igen, a megspolott fizetések. Na, néztetek teniszt? Persze! Hogy nem? 87-ben, amikor Mekelról kiütötte Emlékszem, amikor Metz Villander játszott. Miért játszik valaki már elindult, most? Elindult Wimbledon, úgyhogy, úgyhogy majd beszélünk róla, de majd adásunk kívül. Na nézzük meg, hogy mit mond Dóra. Jó, itt van már is a hét, második játékosa. Ja. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó.
Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Igen, amit mondó, az még kicsit arrébb van. De a fekete-fehér az meg már itt. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello. Szia, szia! Nem izuka van? Kivel van izuka? Ja, hogy hívnak? Hello! Szilvi vagyok. Hello, Szilvi, honnan hívtál minket? Szendehelyről hívtalak titeket. Szendehely. Szendehely, milyen jó. Milyen jó neve jó van a helynek. És mit csinálsz? Jó. Hogy telik a reggeled? Szabin vagy, hát a dolgozó? Nem dolgozok, pultos vagyok. Pultos? Most már végezte, igen. A boltban? Vagy mi? A kocsmában. Kocsmai pultos. Kocsma. És lement a műszak máram? Le, most le, igen, már vége. De hogy van, hétkor ilyen egész éjszaka nyitva vagytok, hogy hétkor nem, vége? Nem, hanem reggel 5-től este 8-ig vagyunk nyitva, csak én ma rövidebb műszakot csinálok. Na és mi megy reggel nagyon? Hát kávé, inkább kávé. Igen? Ez a kávé mellé valami kis kontyalávaló? Az is, az is. Az is? Hát akkor az már egy rövid nap. Te nem jársz kocsmába, Balázs? Nagyon hát így reggel 5 és 7 között szerintem keveset van ott. Csak bemegyek, mondom, hogy a szivacsal, hogy töröljék össze a pultot, nyomják bele egy pohárba, beverem egy húzásért, és utána megyek is tovább. Kivel játszanám? Már Janival szeretnék játszani. Na, Janival, jól van. Oké, az az egyetlen abstinens. Igen, tehát ő sokat jár a kocsmába. Indítjuk az órát, jó? Oké. Na, 3-2-1, tessék. Azt mondtad, hogy szendehelyi vagy? Szendehelyi vagyok, pontosan. Ez Nógrád megyébe van. Tudom. A bánkra sokat szoktam járni arra felé. Ismered a bánki tavat? Persze. Szoktál strandolni? Hát ritkán, de szoktam. Uh-huh. Volt és hallom, szereted a süteményt. Elnézést, hogy a szabadba vágtam. Szeretem, nagyon szeretem. Van na. Szendehelyen jó cuki? Hát Szendehelyen... nincsen, inkább... Akkor merre fel van? Récságon van. Récságon? Aha. Uh-huh. Nőt nincs? Nőt nincsen, van, ha jól tudom, ott is van. Szereted az édességeket? Tessé, hát szeretem, mivel hogy a menyecském is cukrász, úgyhogy sok süteményt. Cukrász, a menyecske? Cukrász. Menyecskéd? Menyecském is van. Mi az a menyecske? Unokám is van. Van egy. A vejed? Vagy a menyed? A menyed. A menyecskéd. Menyecském. De jó, van. Jó, nem lehetett rajta fogást találni, srácok, én mindent megtettem. Jó. A várakat szereted? Vége van már. Aj, megnyerted. Akkor jó van. Vége van már. Igen, hál' Isten. Jó, figyelj, megadjuk, hát majdnem kimondtál egy nemet egyébként egyszer. Majdnem, de azért ne lehet. De legyitek már ilyenek. Igen, most de mondjuk, hogy megadjuk. Ne, persze, nincs semmi gond, tied. Okay. Megvan. Aha. Megadjuk, csak mondom, hogy majdnem kimondtad, de visszaszintem. Majdnem, igen, majdnem. De mégse. De. Na jól van, küldjük akkor az ajándékcsomagot, jó? Oké. Ciao. Puszi, szia. Puszi. Hello. Hát 2-0 oda. Vagy 0-2, mert mi hazai pályán. Elcsócsálnak bennünket, úgy néz ki, bizony. Hát vigyék, hát szabadság után kicsit értem. Kicsit le vagyunk, meg vagyunk külve így a játék. A játék szintje meg vagyunk így külve van. Legalább. Meg el kell fogyni a régi ajándékcsomagoknak, biztos lesz új. Oh, hogyne? Úgy érzed? Nem. Én sem gondolnám, hogy nagyon lesz új. Na jól van. Oké, 3 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. És most, hölgyünk és SFM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a SFM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk egy jó kis enesztézse után már is. Indítjuk a reggelt, és egy kicsit hűvösebb van, de véget ér ma a rossz idő. Hát, ha ezt lehet rossznak mondani, enyhülésnek is mondhatjuk inkább. És holnaptól már visszatér a meleg, visszatér a jó idő. Jaj, te jó lesz! Azt mondják egyébként, hogy nagyon jól sikerült ez a kis közös duett Király Viktorral, mert ugye 22-én volt itt Anastasia. És ez meg volt, tényleg? Everything Burns című dalt adták elő, és általában nagyon jól sikerült. Előtte egy 4-szer próbáltak, megtanított egy szót Király Viktor, illetve több szót is. Anastasianak szeretlek, és a női klótyó, azt hiszem ez volt.
Aki nagyon szeretnék. A szerepekben biztos vagyok. De úgyhogy hol a női klotyó? Igen, hát a női klotyó? Női klotyó. Hol a női klotyó? Klotyó? Klotyó. Klotyó, klotyó. És ez egy koncert volt? Uh-huh. Igen, arénás. 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 De ne volt, nem tudjuk. Igen. Jó koncert volt állítólag. Hát én láttam énekelni, illetve hallottam, ott ugye igazából az a fontos Anastasiát, és nagyon jó volt. Jó énekes. Tökös. Anglia elsőként esett ki Európából, egy hét alatt kétszer ezt Dani küldte el nekünk. Hát ez így van. Egyébként ugye tegnap ők kiestek, meg hát kicsit maguk elleni szavaztak, úgyhogy elvonultak, kivonultak ők az Unióból. Igen, de most már, hát még egyelőre nem. Illetve, mert ugye magát azt még nem jelentették be, nem. Ez a nép döntött úgy, hogy menne, de még nem merték mondani. Igen, pedig már sokan szeretnék Európába, hogy a végre eldönteni, hogy mit szeretnének, ők azt mondták, hogy októberben fogják egyébként bejelenteni, mert októberben fogják kérni a hivatalos kilépési procedúrának még, az elindítását. Még nem gondolkoznak, hogy lehet ebből kijönni. Igen. Kamera most mindenkit elküldött nyaralni. Igen. Menjenek el a britek nyaralni, majd erre visszatérünk. Hát kell nekik egy kis idő, hogy utána nézzenek, hogy mire is szavaztak valójában. Hát meg a politikusok, hogy hátráljanak ebből ki. Bár szerintem azért ott más a demokrácia. Senki nem meri felvállalni, mert nem akar senki úgy bevonulni a történelembe, mint az a politikus, aki kivezette Európát a jóból. Azt mondja, hogy ember most nem mondott le. De ő lemondott. Akkor mit küldözgeti el a briteket nyaralni? Hát elindítottak egy petíciót, amit ma aláírtak majdnem 4 millióan, hogy milyen jó lenne új nép. Szavazás, és mondta a kamera, hogy most ezen ne törődjenek, nyaraljanak majd erre össze. Persze, mondjátok, most nincs is itt. Igazából nem is annyira fontos ez az egész, csak nézzetek rá a benzinárakra, egyébként a részvénypiacokra, és amúgy mindenre, ami velünk kapcsolatos mostanában. Igen, hát leginkább ebből nyilván igen, a fizetések, a benzin, a nyugdíjok ezt érzik. Tehát ez nekik a legfontosabb. A vállalatoknak, nagy cégeknek, meg a részvény persze, de hát azt nem tudom, hogy kis emberek részvényeznek-e. Mindenesetre érdekes a dolog, hát neki kéne bejelenteni a kilépési szándékot, amíg ő nem teszi meg, addig ugye egyelőre még ezt... Kérugni nem lehet ez még alapján. Tehát ezt be kell jelenteni hivatalosan. Emiatt picit morcosak egyébként a Merkel. Na most már akkor menjen, tényleg, tehát, hogy menjenek. Döntsétek el már, hogy mit akartok gyerekek, ez nem egy játék. Vicces ez egész unió, hogy szépen apró darabokra esik így a szemünk előtt, csak nem? Csak például a repülőtársaságok vagy a légitársaságok nem tartják annyira viccesnek, hogy 20-30-40%-okat estek a papírjai. Nem értem, hogy miért. Szóval, hogy ez is egy fura dolog ez a tőzsde. Tehát most az következő két éven nem változik semmi. Ugyanúgy repülnek Londonba, ugyanannyit visznek, mire kilépnek nem. És kimondják azért az két év. Tehát, hogy még igen. A következő két évben zajlik majd a kilépési procedúra. Hát ez nem egy pillanatról a másikra. Még kell egy vizernek 30%-ot esnie, én nem is értem. Azért, mert befolyásolja a cégnek a profitját. Hát majd, ha kilépnek két év múlva. Hát de jelen, már most. Nem, hát nem már most. Miért? Hát most még ugyanúgy repülnek Londonba, ugyanúgy megvannak a destinitás, ugyanúgy visznek. Nem az a kérdés, hogy repülsz-e vagy nem, hiszen unión kívül, unió után is fogsz repülni. Unión kívül akkor viszont átalakul az utasforgalom, meg akkor kevesebben repülnek, aztán meg drágábbak lesznek a jegyek. De az majd két év múlva lesz. Most még semmi nincs, ami rájuk vonatkozó hátrány. Na, de hát akkor a benzin miért lett drágább odakünn? Hát ez is egy jó kérdés. Na. Hát mert hogy ugye az egész rendszer, az eddig biztos pénzügyi alap, az megborulni lát. A benzin drágább lehet mondjuk a font leértékelődése miatt. Na, hát akkor ugyanez a repüléssel kapcsolatosan. Igen, meg mindenki is szeret hosszú távon gondolkodni. De vizet nem egy angol cég. Csak nem, a londoni tőzsdén vezették be. De a londoni van kint. Igen. Van. Na, és akkor de Ryanair is esett, meg az EasyJet, hát, meg mindenki. Drágában fogsz mondjuk tankolni, tehát kevesebb profitot tudsz termelni az utasaidból. Igen. Érted? Meg nem tudjuk, hogy milyen járatszámmal dolgoznak egyébként, hogy mennyit repülnek ők Angliában. Na most, hogyha ez egy unión kívüli ország, ugye teljesen más feltételek repülhetnek, mint mondjuk az unión belül. Ez nyilván a profitot. A bizonytalan lett az egész fogja. Ennyi. Persze nem csak ezt mondom, hogy két év múlva lesznek majd ők unión kívüliek. Jelen pillanatban még például egy vízer nem érzi meg azt, hogy most Anglia így szavazott, és mégis 30%-ot elvesztett a papírjaiból. Uh-huh. Tehát már az értékükből. Hát szerintem a befektetők, kis meg nagy befektetők, mondjuk így hosszú távon gondolkodnak, tehát hogy nem csak a két éves periódus hát, van. Tudod, ez egy ilyen hullám, hogy ezt elkezdik eladni a papírt, akkor utána elkezd. Mindenki bepánikol. Mindenki bepánikol, és mindenki megpróbál kilépni. Kilépni belőle, igen. Azt írja sok hallgató nekünk, adjunk le egy Bud Spencer filmzenét, hát megpróbálhatunk valamit keresni, de szerintem így a gépben nincs benne. Valamit mondom. Játszottunk-e valaha rotáció? Rotáció szerintem nem szólt Bud Spencer. Egyes Bobby Sörrándba biztos nem találunk. De valamit fényolt után le tudunk adni. Jó, Bud Spencer emlékére. Valamit majd előkerítünk, vagy letöltünk, vagy anuluzunk, vagy nem tudom, valamit csinálunk. Előadunk egy részletet a kincs, amit tudom. Nem tudom, hogy szeretem ezeket a dolgokat, de hozzátartozott a filmhoz. Le kell adni. Jó volt az. Most már más az inger küszöbb, de igen, különben düve jövünk, hát azért óriási volt. Na, azt mondja, hogy
Az ülő vecsés elkerülő lehajtó a kisautó megnézte a szalagkorlátot egész közelről. Timi Tajmi Tímea küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Szilágyi és az Óceán Árok utcánál hárman mentek, összevigyázzatok. A Veres Péter út hősök, Fasor, Sarkon, második napja sárga villog a lámpa, nem egyszerű. Kajás Laci üzente ezt nekünk. Köszönjük szépen. Gyokornak megvan az első kör. Hál' Isten, ezt is megkaptuk SMS-ben. Meglepődtünk volna, nincs meg. Az, igen, az meglepő. Meglepő lett volna. Valamit kérdezi, hallgatom, mit szólunk Izland továbbításához. Hát, elmondtuk reggel. Elmondtuk reggel, így van, hogy ez az angol válogatott, ez nem érdemelt volna. Egy rugott góllal, vagy mit mondtál, mennyivel? Igen, egyel, és az is 11-es. 11-esből Rooney bevarrogatta, úgyhogy a másik kettő meg viszont rendesen szerzett, mert ugye idézőjelesen mondjuk a 11-eshez képest. Viszont a szövetségi kapitányuk ugye le is mondott. Azonnal, de tök jó, hát ezt így kell persze. Hát mondták is neki állítólag, hogy ha ez nem megy most főnök, akkor lehet pakolni, és akkor szerintem ő inkább ezt ő érezte, előre lépett egyet. De most az MSZ-t is húzza az ágazérő, mert ugye visszalépett a válogatottságtól szegényként, most nem tudom, hányadi Copa Amerika döntőjét bukja el. Sírva az okokba ült a fűbe, és mondta, na jó, nem, köszönj szépen, visszaadja, lemond. 11-est hibázott Schiller. És ráadásul kihagyta ki a 11-est, igen. Szóval, hogy azt nem tudom, hogy rajta ment el, vagy más is kihagyta, ennyire én nem követtem. Más is kihagyta. De neki valami negyedik vagy ötödik próbálkozása volt, és mindig nem jött össze. Szegény. Egy messzi nem hagyhat ki 11-est, azt gondolták. Nem szokott nem? Nagyon. Hát, nyilván nem olyan egyszerű azt belugni. De hogy az elvárás az az lett volna, nem? Hogyha ő odaáll, akkor varja be. Nem ment. Nem ment, igen. Tegnap kunyeráltam pénzt, képzeljétek, olyan érdekes egy élményben. De már, részem. Hogy így... Utcán kellett koldulnom. Hú, ekkora baj. Nem, elmentem egy vacsorára, és nem volt nálam pénz, és beálltam egy fedett parkolóhelyre. És kijött egy 900 forint. És ott álltam éjjel 11 órakor a Mamut mögött a Millenáris Parkban úgy, hogy egy autó nem ment seki sebe, meg gondoltam, beállok valaki mögé, és amikor fölnyílik a sorompa, akkor én is kimegyek. Mi van? De most... Tényleg? Hát ez most nem volt más választásom, de nem jött senki. 900 forintja legyen. 900 forint, az 900 forint, de most átmentem de most volna. De várt a család, sírt a gyerek. Oké, menjünk, mindjárt átérhetsz a 900 forintra, de te tényleg képes vagy arra, hogy beállsz egy korrektül parkoló autós igen. Mögé, és simán. Kihajtasz? Igen, abszolút. Persze, ha nincs nálam pénz, akkor hát azt nem csináltam meg. Jani, te ehhez a nevedet adod, ez az egész. Én nem hiszem. Én magára a szituációra lennék kíváncsi. Elmondom, hogy hello, hogy szia, most szeretnék elindulni életem első Sebestyén Balázs hasonlás versenyén. Már van egy ezresem, de 2000 lesz a nevezési. Elmondom, mi volt. Nem, az volt, hogy megálltam a sorompónál. Mondom, nincs nálam pénz. Bedugom a kártyát, mert már tudtam, hogy koldulnom kell. Kírja 900. Erre látom, hogy ugye két kiárata van a parkolóháznak, ugye ott a Mamut mögött. Egy nagy plac az egész. Látom a reflektorokat, megy egy autó a másik kiáraton. Azonnal utána. Kocsiba be! Padlógáz, porzik, minden, oda megyek, addigra pont kiment. Pont kiment, ugye nem dupla sorompó van, csak egy sorompó van, tehát te nem szép dolog, de ha nincs nálad pénz, hát basszus, hát nem fogsz ott éjszakázni. Beálltam középre, vártam 20 percet, néztem a sorompókat, hogy jön-e valaki, majd rájöttem, hogy hát nincs tovább, akkor itt el kell mennem koldulni. Ki kell mennem az utcára pénzt kérni. Bedobom megint a kártyámat, hogy emelkedette, még mindig 900-at mutatott. Kimentem, és ott a Lövőház utca, a körút, elkezdtem várni, hogy jöjjön valaki, akitől tudok pénzt koldulni. És az egészet átérzed egyébként, hogy ez egy szörnyű érzés. Oda mentem egy házaspárhoz, akiknek fölírtam a címét, ma vissza kell vinnem a pénzt egyébként. Jobb lett valami, hogy egy kocsival gurúszod a... Nem tudtam, mert a kocsi benállt a parkolóba. Igen, ne haragudj, nem állok jól anyagilag. A kocsi egy ezerest is. A kocsi benállt a parkolóba. Igen, a kocsi benállt a parkolóba. Oda mentem egy nagyon helyes pakoló házaspárhoz, idős házaspár, akiknek megállt a bőrönd a kezükben, mert azt mondom, kezdj sokom, szeretnék kölcsön kérni 1000 forint. De nem mutatkoztál be? Menj el dolgozni! Rohadt brigand! Összerezzentek egy pillanatra. Találtál valahol a kocsiban egy fedél nélkül? És átéreztem, hogy azért ez szörnyű lehet, ha valójában bajban vagy, és mondjuk össze kell szedned egy vasúti jegyre, vagy valamire. És hát így elkezdtem magyarázni nagyon hülyén, hogy ott áll a kocsim, viszont nincs nálam pénz, higgyék el, viszont segítsenek ki, adjanak 1000 forintot, megadom, visszahozom, visszaküldöm, átutalom, csak adjanak most nekem 1000 forintot, mert itt fogok éjszakázni.
És csak megismertek, tehát ez volt szerintem az egyetlen mászni, mert ez így ezer fontot nem biztos, hogy nem az. Szerintem nem. Hát nyilván hát nem is szoktak ennyit kérni. Sok tehát az. Mindig az van, hogy egy liter benzin kell, csak hogy hazamenjünk, kifogyott, adj már egy százast. Igen. És akkor majd abból összerakja. De ezrest? Hát... Nem tudod, melyik százszerűen láttad a videóját fönt a jubilóban. Hallod, ez az a tó. Nem érdemli meg. Inkább adjunk neki. Sajnos nincs. Kérdezi, ilyen rosszul fizetek. Ja igen, mert hát. Ilyen rosszul fizet az RTL. Nem, nagyon helyesek voltak, szó nélkül képzeljétek el, belenyúlt a néni a pénztárcájába. Belenyúlt a pénztárcájába, és adtak 1000 forintot. Megcsokoltam őket, fölírtam a címet, hogy hova kell mennem. Aha, és utána oda súgtam, mama, hamis címet adj meg neki, mert ez még ki is rabol bennünket. Rázzuk le gyorsan. Itt van, hogy 73-as szám alá kell egyébként mennem, kinek kell becsöngetnem, föl van. Föl van írva. Helyesek. És ma te fogod a kis ezeresedet elautózni? Ma elautózom. Ezeres, mert utána még 9-el eljátszottam. A legdurvább viszont, hogy ma se hoztam tárcát, úgyhogy majd egy ezerest adjatok. Én nem akarok. Én ezek után egy rugodom. De nem akarok többet gondolni. Hát de nem akarok többet gondolni. Hát de már tegnap kértem, már nem, hát ez szörnyű érzés. Annyira kiszolgáltatott vagy, hogy toporogsz ott nyomorultul, és nem akarják elhinni, hogy nálad nincs pénz. Miért nem történt meg, hogy nálam nincs pénz? Ezért ezért témainséges időket élünk, nagyon jó asztal, nagyon jó. Menj ki és bizonyíts be nekünk. Így van. Az aluljáról. De adnak. Hát ad, simán adnak. Akkor 2000. Akkor kérek egyet neked is. Erre hazamentem ma reggel, felvettem ugyanazt a nadrágomat, és mikor eljöttem, konstatáltam, hogy megint nincs nálam. A kéregetős nadrágot? A kéregetős nadrágot, a kéregetős fölse még. Szakadt festékes. És rájöttem, hogy ma megint nincs nálam pénz, úgyhogy ma megint kell kordulnom. El leszel szerintem egy hónapokig, nem és olyan így, rossz lesz. Nekem így, ez tetszik. Így egy ilyen állandó adósság spirálba leszek, mert ma tőletek kérek, ma betömöm azt a lyukat. Holnap kérek valakitől, betömlek majd titeket. Az én lyukamat teretem. betömködöm a lyukaidat. Én rájöttem, egy baromi rossz érzés. Szóval én még nem nagyon kordultam, de nem egy szerencsés élethelyzet. Hát sötétbe egy oda menni, tesek? Azért ez kölcsönkérés, nem koldulás, hanem mert a klasszikus. Visszaadod baj valamikor, nem? Tesek? Nekik? Elviszem, elviszem. És azon izgultam, hogyha most visszaérek gyorsan, addig már nehogy 1001-et mutasson az óra, vagy akkor megint vissza kell mennem, hogy elnézést. Ne, 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 basszus! Akkor vissza, hogy na jó, anyád, hát szórakozzál, most már nem adunk neki. Még 200 kéne, fölugrott közben, még 200 az adott az óra. Lajos bácsi, elnézést, tetszik emlékezni rám, az előbb voltam, és nagyon kedvesek voltak, hogy még egy százas esetleg tudnának adni. És arra gondoltam, hogy én apránként összegyűjtöm. Tehát ha ad egy néni 200-at, ad egy bácsi 500-at, akkor addig megyek ott a körúton, az Átrium Színház régi Átrium mozi előtt, amíg össze nem szedek 1000 forintot. És egyből meg lett. Viszont egyből meg lett, igen. Úgyhogy... Jó, ezt a tesztet megcsinálhatnánk, amit a Jani mond. Tényleg, kimész, mennyit bírsz összeszedni, de ilyen nagyképű duma kéne, hogy kifogyott a benzin az autóból, de tudod, egy 5000-es V6-ossal járok, hogy nagyon sokat teszik. Igen, tehát a Mustang. Igen. Csak föl alá járkál el az autóval a parkolóba. És azon gondolkozom, hogy valaki odalép hozzád, honnan tudod, hogy tényleg valójában bajban van? Mert most nekem ugye segített az, hogy azért van egyfajta intenzív képernyős jelenlét, ami azért úgy megolajozza a pénzútját. Hát tehát, hogy ugye azért az úgy segít. De most egyébként, ha nem vagyok ismert, akkor lehet, hogy fél éjszakán keresztül próbálsz kiütni a nyomorult parkolásba, százasával összeszedni, hogy mennyire bizalmatlan vagy, hogy nem hiszed el neki valójában. Azt mondod, biztos kamuzikát akar verni. Vagy nem adja meg. A külső az sokat segít, tehát hogyha nem egy ilyen nagyon lepukkant arc vagy, hanem láthatóan egy viszonylag jól öltözött, már ez most nem rólad beszélünk, hanem hogyha valaki értem kérni akar tőlem, ha látod, hogy ápolt, jól öltözött, akkor talán egy kicsit könnyen, mert azt mondod, hogy ő, hát mégiscsak van lóvéja. Hát, nekem egyszer nem bajban van. Nekem egyszer nem adtak konkrétan, ugye mire kértél? Egy volajegyet kértem. Egy újságosnál, ahol egyébként éveken keresztül minden nap hagytam borravalót, 20-30-40 forintokat, és nem adtak. Nem adta oda? Nem adtak. De megismert, hogy te vagy te, aki minden napot vásárol? Minden reggel ott vettem. Meg a sportot, meg a különböző ilyen kis. Na jó, de lehet, hogy még 300 ember ott megvett újságot. Tehát, hogy mondta, hogy szia, vagy köszönt, vagy tudta, hogy... Tudta. De hogy mondom, tehát, hogy visszatérő törzs vásárlója voltam. Nem adott egy vonal jegyet. Még voltak ilyen kis félmondatok, jópofáskodások, mit tudom én, összemosolygások, blablabla, éveken keresztül. És aztán onnantól kezdve nem vásároltam náluk. Egyszerűen az, hogy, tehát, hogy olyan szinten nincsen bizalom, hogy egy vonal jegyet, és mondta, hogy ott hagytam a pénztárcát, ne haragudjatok, hogy tudnátok enni, nem. Mert az hát az ilyen, nekik egy nagyon komoly százhoz. Elmondtad, hogy minden reggel itt vásárolok? Hogy hát, ne, szerintem nem kellett. Most... Nem tudom, hogy legalább egy próba, nem? Valami, persze. Azt mondod, hogy ne haragudjatok, figyelj, tudom, hogy olyan cikk. Ez az olyan, mint a... ez ugyanolyan, mint a postás szindróma. A postás mindenki ismer. Aha. Éveken keresztül találkozol velük, beszélgetek két szót, az újságos is ismer. És azt mondta, hogy nem. Hát mondom, jó van, akkor köszönjük szépen, akkor
akkor viszont nem láttál se. És nem BKV-szál, vagy lógtál akkor? Gyalogoltam. Legyalogoltad? Igen, a határútról begyalogoltam itt az ülői, illetve a Néplégethez. Nazból. Azt mondjuk, nem egy rövid táv. Igen. Vigyek nekik valamit? Hát, egy ne. Mondjuk 900 forintot, az lehet, az szerencsés. Nem adtak, nem adtak ezre? Ezres adtak, hát visszaadt az automata a százas. De azzal nem futottál vissza? Nem gondoltam, hogy ezzel vissza kell rohanom. Lajos bácsi, tessék megvárni, már csak 900. Nem, hát az elraktam. Hát egy üvegbor, meg egy virág. Így van. Olyan szimpatikus. Jó, hát. valami. Legyen egy ilyen. Jó. De valami ne legyen túl drága. Hát vagy a gyertek át a két tiszteleti egy. Hát ha nézik. Nem, hát ezt minden mellé már oda csapja. Miért azt szerintem olyan szép? Azt már adják ide. Ha tankolsz, adnak két egyet, ha így van. Ott már bárhol. A cipán tulipán mellé, meg egy két öblítő. Veszel egy mosódiót, kapsz egy egyet, viccelsz, hát ott már. Ott már mindenhova oda teszik. Hát valami 4 puttonyos, 5 puttonyos, akármi. Vigyem el nekik a Mikulást. Jó nyújtban, ne hagyjon ide a puttonyos. Egy jó asszút. Egy csokor virágot. Jó, valamit viszek már. Vagy, de nem tudok vinni, nincs nálam pénz, akkor viszont adjatok pénzt. Jó, de nem jó, de ez nincs nálam tárca sem. Spirál. Tudom, hát abba bekerültem, egy szörnyű adósságspirálba vagyok. Most 5000-es csinálsz. Most felduzzasztom. Nem tud valaki kölcsönadni egy jó tokai asszony, egy csokor virágot és egy tortát. Egy 1000 forint. Gyerekek, nekem nem kell több. 1000 forint borítékban egy szál virág és egy jóféle száraz fehér bor. Nem kérem tőletek sokat, hát azért ezt 10-ig elő lehet keríteni, nem? Bor tudok adni, az van egy borom. Mi van az asztalodon? Megy bor van a bácsinak. Várjál, hát és most egy mez, de azt ki fogjuk sorsolni. Ne sorsoljuk meg ki, miért mi csak 2 hete ígérjük. Nehogy bár pont ma sorsoljuk. Most érted, de miért sorsolnánk ki, hiszen 2 héttel ezelőtt megkértünk. Most a másfél éve vége az EB-nek, miért sorsolnánk ki ezt a gyudeknek. Jó, egy borunk van. Nekem nincs ezre sem. Nekem van 2 borom, de azok felcímkézetlenek. Honnan van neked címkézet? Valaki hozta ajándékba, de nincs rajta címke, és nem tudom, hogy mi van benne valójában. Majd azt mondjuk, hogy kézműves bor, annál drágább. Vagy? Érted? Hát jó, fogadjon el tőle, hogy tudod, almácet van benne, vagy valami nagy, de valami brutál. Hát vagy fej valamelyik jó boráról otthon, leáztatja a címkét, honlapra behozza, ráragasztuk. Erre? És ezt és akkor át. Igen. Aha, és nekem van egy megmaradt. Az emberek úgyis a címkének hisznek, a szemüknek nem hisznek, nem az ízlelő bimboiknak. Egyébként. Jó, borunk megvan. Borunk megvan. Jó. Ott az ezres is megvan. Aha. Nem kérsz többet? Egy ezres erre jó vagy. Nem, biztos? Mert nekem most nem kell, csak ezt kell törlesztenem. Benzin van, köszönöm. Jövök egy ezresre. Még egy kis pritaminom. Mivel szállsz be? Nagyon cuki néni volt, szájába te is valamilyen a néninek, igen. De nem őt segítette ki, a Janinak nem kell a néni. De megemlítelek titeket is. Szálljak be én is. Nem tudom a félelmét. Lemosom az ablakokat. Lemosom a függőt. Levágom a füvet. Na mindegy, jó van. Szóval. Köszi a pénzt, szóval nem egyszerű ez a kordulás. Sosem látom többet. Nem, most neked is vissza kell majd adni, és neked is kell valami ajándékot még pluszba. Akkor tőlem kér majd egy ezrest, visszaadom az ezrest, az ajándékot összerakjuk majd az asztalokról, te is kapsz valamit a sajátodról. Nagy, de rendes vagy. Valami milyen jól mondja, milyen jól jönne most a malacpersely, hogy kivennék belőle 1000 forintot. Visszahozták a malacpersejt úgy, hogy tele van ilyen kis ilyen fekete porral, biztos van rá valami szakszó, ami ugye az új lenyomatokat veszik le, és akkor így kb. Ennyi. És úgy meg is haltott a sztori, ahol volt. De visszajött a persejünk? Persze, visszaküldték. Nincs eredmény, mert azt azért vitték, hogy leveszik a. Annyian fogdosták össze, hogy gyakorlatilag bárki lehet a bűnös. Ha se lehet csoda, engem barnának be. De mi is csak elvinnének, mert kiderült, hogy te törted fel a malac. De aranyosak. De mindig van ilyen bizalom, tehát hogy ez tényleg, tehát ez az is kellett, hogy mondjuk szimpatikus legyél. Miért ha azt mondták, hogy TV2-t néznek, akkor nem adnak? Ja, valójában kérdezik, nem adnék. Jára, ugyan nem. Mi régen nagyon szerettük a kaszasót, öntizod egyáltalán nem, úgyhogy ha Tibi lenne, szívesen adnánk, az önnek elkezdett. Nem, én már láttam magam hosszú-hosszú perceken keresztül ott üldögélni a Marcibányi tér környékén, és várni, hogy jöjjön valaki. Mondom, autókat is megállított. Tehát addig mentem volna, amíg nem szedem össze az 1000 forintot. A körúton egy őrült ugrik az autók. Láttam a valit koldulni a körúton. Ne viccelj már, hogy lett volna. De, hogy ott volt egy csávó, kiköpött Sebestyén Balázs volt, hallod? Nem adtam neki, de állj, hogy fia, de a piros lámpáknál járkált az autók között. És mi a Sebestyén Balázs? Elkezdtem volna mutatni.
mutatványozni a piros. Valamit kitalálni. Egy cigánykerék, egy pókjárás. Na, egy ezer, ez csak megér. Egy ülővika, bármit. Tényleg ez lett valami Charlie Chaplinnel, aki ugye második lett egy Charlie Chaplin hasonmás versenyen. Tehát ugye veled is ugyanaz történt volna. Ülövet és összetek, hogy Sebestyén Balázs vagyok. Persze, adjál már! Húzd anyád! És ilyen hagyottak volna. Vigyázz Balázs, Cini is így kezdte az eladósodást. Jó, ő azért aha, picit aztán nagyobb tételbe. Nagyobb tételbe ment. Tehát nekem nagyon sok ezres kell kölcsön kérnem. Igen, meg oda térdelni Márton Csabát. Lehet, ez ki, hogy nem. Akarnék betérdelni Márton Csabát. Úgyhogy ma megyek a nényéhez, a bátyához, és viszem vissza. Na jó, van, alakul a jó viszony. Remélem, a lágerre fogod hallgatni. Remélem, sütnek valamit. Remélem, friss meggyes pitével várnak. A nénit hát hogy hívják? Meg vannak, akire ezt nem mondják? Nem, maximum ők írhatták volna fel az én személyemet. Én nem kértem el. Adjon kölcsön egy ezrest, és hagyj írjam fel a nevét, a személyigazolvány számát és a lakcímet. Nem tudom, hogy hívták. Kedves néni. Kedves néni Aranyos bácsi. Megyek ma kedves néni az Aranyos bácsihoz. Kedves néni Aranyos bácsi, hát reméljük azért lesz otthon valami jó kis friss pite. A Balázs nagyon örülne neki, hogy amikor már befordul az utcába, már érezni a frissen sült rácsos lézernek az illatát. Ahogy megkapom, zavarok, zavarok. Úgy érzem, almás pite. Nem akarok bejjebb menni. Az unokáimnak sütöttem. Jó, jó, nem tudom, zavarok, csak egy kocka. Rossz fejek vagytok, rossz fejek vagytok. Ha nem eltek, nem eltek. Nem sértek se, jó, azt is szeretem. A hajadra az ezresen, vissza. Hogy és látom, ahogy elment az idő? Úgy látom, ebédidő. Aha. Mit szimatolok? Friss húsleves. Ezt megcsinálod. Ezt simát. Húsleves illattam. Csirkepörkölt nokedlivel. Épp a kedvencem. Jaj, spáros a vagyúság, nem már. Nincsen valami frissebb? Egy jó kis uborka saláta. Jaj, kis paprikával szeretem a tetején. De jó. Majd holnap elmondom. Holnap elmondom, hogy mit vesztek. Házi bodzeször? Nincs. Jézus, hogy milyen helyez. Jó lesz a málna is. Piroska? Piroskát nem hiszem. Nem. Piroska? Na végre majd nevét is megtudtam. Ja, ször! Na, holnap elmondom, hogy mi volt. Nem mondd el, az ezresemet hozd vissza. Arra figyeljek, hogy ugye az ezres vissza kell adnom, benne álljak újra a Mamut parkolóba, mert akkor kezdődik az egész elő. Mert konkrétan 1000 forint van nálam. Konkrétan 1000 forint van nálam. Tehát beállok a parkolóba, visszafizetem az ezres, és megírjuk, hogy nem tudok kiállni. Visszacsöngetek Lajos bácsi. Na jó van. Aranyos bácsi. Aranyos bácsi, és mi volt? Kedves néni, Aranyos bácsi. Kedves néni Aranyos bácsi, igen. Kedves én, csókolom, én vagyok az, tetszik emlékezni, a srác a parkolóból, a Balázs, igen, na, visszahoztam az ezret, ne tessék bezárkózni, ne, húzza le a redőny, annyira azért nincs meleg. Már meg. Én vagyok, csókolom. Bedobom a postoládába. Akkor nem baj, akkor kövekkel kezdem dobálni a redőnyt. Hogy én... de szép nagy kutya. Hogy de befosztanak a kutya. Na jó. Na jó, szóval megyek. 7:30 múlt pontosan 3 perccel. Lehet jelentkezni mit mond Dóra játékunkra, jó? Ki tudjátok találni, ha írtok SMS, mert akkor tud benneteket Anna visszahívni. Mi pedig jövünk a hírek után. Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva, hát azért nem most keverték ezt a dalt, a kutya fáját, szóval azért ez nem úgy szólt. Nem jött át a szubba szó. Nyomtuk a potit, nagyon nyomtuk, de nem akart úgy szólni. Hát igen, egy jó kis Bács Spencer Terenc Hill film, ugye a Különben dűbe jövünk, alapzenéje vagy filmzenéje, ugye Bács Spencer emlékére, mert hogy talán néhányan most kelnek, hogy nem hallottátok, ugye tegnap esti hír, vagy ma reggeli, hogy ugye Bács Spencer szegényként meghalt, 86 évesen hosszú élete volt, sikeres volt, szerették, imádták. Azt hiszem, hogy minden megadatott neki, ami egyébként egy embernek jár, amikor azt mondhatja, hogy sikeres az ő élete, óriási szeretetben élte végig, ami a legfontosabb. Úgyhogy hát ezt a zenét találtunk. Az egyik legjobb Bud Spencer film egyébként. Igen, nagyon szórakoztató. Szórakoztató, igen. Azt mondják, hogy köszönöm, az volt az utolsó szava. Azt mondta utoljára, igen. Tényleg? Igen, hogy ott állt a családja, hogy nem szenvedett, az hogy még szerencsés volt ebből a szempontból is, hogy nem egy nagyon hosszan tartott, fájdalmas betegség után, hanem állítólagosan, igen. Talán a fia nyilatkozott, hogy szenvedés igen. Nélkül. Az jó azért, az mindig. Mondjuk lehet, hogy sem tudta befejezni a mondatot. Köszönöm, hogy Mária néninek nem szóltat.
megnőtt át. Igen. Nem zsippasztott még. Nem, sem nagy, 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 nagy forma. Nagy forma volt, kedveltük. Kedveltük őt, nagyon így van. Azt mondja, hogy azt nézem, hogy mi a helyzet az utakon. Nyugi van, csönd van, szünet van, és hát úgy látszik, rengetegen vannak Szabin, kevés az autó, nincs dugó, és hál' Isten, nincs komoly baleset sem. Az Árpád hídról Budára három autó összement, csak hogy cáfoljam, amit az előbb mondtam, ezt Rizk is küldte nekünk, ott lehet majd egy kis kalamajkára számítani. Az Árpád hídon Budára? Tehát a Budára vezető oldalon, gondolom, nem? Igen. De akkor a Pestről Budára vezető oldalon három autó kocsant, úgyhogy ott lesz egy kis fennforgás, lehet, hogy bedugul majd a Hungária körút. Nénye bátya, jelentkeztek? Nem adtam nekik telefonszámot, ja, SMS falra. Nem, én írták meg, hogy nem. A kedvencedet csinálják, hogy valami. Nagyon várjuk, kedves Balázs. Voltunk Szedd magad akcióba, isteni medgyet szedtünk, úgyhogy medgyes pitével várjuk. Nem cseréltünk telefonszámot, semmi nem volt. Mondjuk a név alapján rákerestem, és Walter rosszul emlékezte, azért nem olyan bátyak úr, a frakcióvezető helyettes úr. Milyen frakció? Hát nézd meg a nevet. Nem akarom bemondani, mert akkor már kideríthető, hogy kikről van. Hihetetlenül ilyen nagy emberektől kérsz. Ja, hogy egy politikus neve is egyezik azzal, akit mondtam? Igen. Jó, nem, majd direkt nem mondom, mert nehogy felcsöngessenek hozzájuk, mert így viszont már könnyű azon a környéken beazonosítani a lakást meg a házat. Jó székely káposzta, friss házi tejfülle. Valami, nem? Hát, én nagyon bízom, mert tartalmas legyen már. Valami anályi palacsinta? Lesz valamiféle kis vendéglátás. Na, játszunk egyet. Jó, itt van már is a játékosunk. A kérdés, mit mondóra? Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben, ami? Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vásigyelán, mime? Aki válaszol. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, sziasztok, Judit vagyok. Szia, Judit. Judit. Hello, Judit. Honnan hívtál minket? Nyílogosról. Oh! Oh, Nyírlugos, hát az annak most aktualitása vagy Nyírlugosnak. Dzsuzsákfalva. Várjátok már a fiút, hogy hazaérjen? Persze, hogy várjuk. Mikor lesz szobor? Nem tudom. Te már gyűjtünk rá. Gyűjtés van már rá, hogy legyen szobor? Nem. Hát ő a leghíresebb nyírlugosi, szerintem. Igen, ezért az iskolában van is egy nagyon szép dicsőségfala, aki szeretném megnézni, többek közt ti is eljöhettek és megnézhetitek az egész éves pályafutását. Hosszú út lenne, de ha egyszer arra járunk, akkor megnézzük mindenképpen. Szeretettel várunk. Nagyon kedveljük. Nincs egy ezresed véletlenül? Mivel foglalkozol, Judit? Kérlek szépen, én felületkezelő menedzser vagyok. Felületkezelő menedzser? Hmm. Ez jól hangzik. Azaz. Takarítani. Igen. Tényleg? Azaz. Felületkezelő menedzser, nagyon menő. Ez jó. Igen. Tényleg már minden szakmát így fogalmaznak meg egyébként. Nem? Hát, na, nem szebben hangzik. Felületkezelő menedzser. Hát sokkal. Egyébként jó. Pénzt többet adnak így? Nem. Nem. Sajnos. És hol takarítasz? Iskola, óvoda, munkahely? Igen, általános iskolában. És akkor ezt a dzsuzsi szeretet vagy dicsőség falat, ezt minden nap átporlott kis tollseprűvel? Igen, és büszkék vagyunk rá, igen. Hát lehetünk is. Törölgetni kell állandóan a rúzsnyomokat? Nem, gyerekek vannak, tehát ja, nem hiszem, hogy rúzsnyomok lennének. Na jó van, válaszál akkor egyet, jó? Mit szeretném? Miből lehet választani? Mindenből, amit akarsz. Ilyen, hogy állat? Uh-huh, az van, város nincsen. Város nincs, minden más van. Akkor állat van? Van. Mert jó, minden van. Minden van, állat van. Ez jó, rövid. Könnyűnek ígérkezik. Reméljük. Na figyelj, így szó mutatom. Fél percet van. Kóprádom. Mutassuk még egyszer? Igen. Kóprádom. Aha, mi lehet ez szerinted? Kétszer mutattuk. Mutathatjuk újra, csak akkor ki kell vennünk a bögrét. Kóprádom. Jaj. Még egyszer? Igen. Kóprádom. Írd le gyorsan, mi lehet ez? Madárpók. Utolsó után pillanatban elfogadjuk, jól van. Ugye? Jó.
Madárpók, hát nem volt nehéz, szóval, hogy... Nem, persze, hogy nem, csak visszafele azért egy kicsit, na, mégis nehezebb. Hát igen, ez lenne a játék lényege, azért az túl könnyű játék lenne. A mai feladvány a madárpók. Mi a feladvány? A madárpók. Jaj, de jó, köszönöm szépen. De akkor nem vettétek ki a bögrét? Hát jó lenne emlékeznék arra, hogy mi történt. Hát kivettük, mert hagyd tegyen már oda a falhoz. Hagyd legyek már én is egy kicsit büszke. Nem. Uh-huh. Harmadjára mutattuk meg. Igen, ugye kérdeztem, hogy megmutassuk-e harmadszor, és akkor viszont kiveszük a bögrét, és mondhatod, hogy igen, mutassuk meg. Úgyhogy ez azzal jár, hogy ugrott a bögrét. Na jól van akkor. Most akkor... Azok. Akkor mi az, főleg most, én. Most durci vagy? Én nagyon azt tudok lenni, de muszáj, mert magamat keverem bajnak. Köszönöm szépen. Judit, jó munkát neked, puszilunk. Köszönöm szépen a játékot. Sziasztok, szép napot nektek. Hello, ciao. Hello. Most akkor ő rihari van? Hát szerintem most egy picit rihari lesz. Szerintem igen. Lehet, hogy visszaküldi azt a két dolgot, ami benne lesz a csomagban. Mert hogy nincs bögre. Most nem mindegy, gyerekek. Hát most nem mindegy. Muszáj következetesnek lenni, mert aztán még magunkat keverjük. Magunkat keverjük bajba. Mi a baj az M1-esen Komárom körül Pest felé? Kérdez egy hallgató. Ha van, akkor mondjuk egyelőre semmit nem kaptunk, úgyhogy nem tudunk segíteni. 4-es útról M0-ásra felhajtónál M3-as felé egy autó a szalakorlátnak ütközött. Vigyázzon, mindenki elég rossz helyen van. Ez Sprinti küldte nekünk. Megvan egyébként a Komárom környéki. Baleset van Budapest felé az M1-es 71-es kilométerénél, úgyhogy vigyázzon mindenki. A Facebookos játékunknak van egy olyan jellegzetessége, hogy oda várjuk a megfejtéseket. Tehát ugye SMS-ben ne küldjétek el, mert a Facebookon van fönt a játék, és akkor oda kell beírni komment formájában. Na, sorsoljuk a mezeket, tényleg? Hál' Isten! Hát az egyiket legalábbis. Mert ígérgetjük ezt már egy ideje. Hát azért... A másik kettőt nem mertem úgy megígérni, hogy a nevetekben. Nekem itt van a kocsiban. Majd... Mert nincs meg. Hát igen, az egyiket szerintem azt valaki meglovasította a tiédet. Hát hozzá vagyok szokva, hogy azért tőlünk elvisznek nincs dolgokat. Nincs bent a kocsitban véletlenül. Nem vittem el. Nem. Ugye kaptunk három gyugyimást. Esetleg egy pólóhelyet. Kaptunk három gyugyimást, abból egy eltűnt, egy van Ferinél, egyet meg Jani föl is le is fotózott, és fölrakott a Facebookra. És ezt a sokat ígérgetett mezt próbáljuk most kisorsolni. Viszont tényleg abban igaza van Janinak, hogy ne SMS-ben küldjetek a számokat, vagy a megfejtéseket, hanem a Facebookra. Oda. Írjátok be. És elhangzott a kérdés is? Kérdés is van fel. És hogy kérdés is van fel. De azt nem persze. Is mondtad, hogy elindítottad a játékot a Facebookon. És csak így bedurrantod úgy, hogy ez így kimarad? De hogy adásban? Ezt kell mondani adásban. Hát egyébként, mert a Facebookon meg látja. Dübörög már ezerrel, nem is tudom, hogy mennyi jött rá. Ebben a pillanatban meg is nézem. Imádják, mindenkinek kell. Viszik, mint a cukrot. Fél óra alatt majdnem 2000 forint. Kérdezzen forintot ajánlott a rokonságot. Ajánlott a rokonságot, hogy próbáld nekik ezt, amely ezt kimentek. Úgyhogy amíg egy kicsit többet ígérnek, akkor el tudod már vinni. Na, egy olyan érdekes témával foglalkozunk majd 8 óra után, mert hogy az amerikai határon úgy döntöttek, hogy a telefonunkba, sőt a Facebookunkba is belenézhetnek majd, mert hogy az SMS-ekből, illetve a Facebook profilunkból láthatják, hogy mi történt velünk a közelmúltban. Aha. Megnézhetik a telefonunkat, a határon elveszik, beleolvashatnak az SMS-ünkbe, a Facebook posztjaink alapján pedig megpróbálhatnak terhelő bizonyítékot szerezni ránk, vagyis hogy kapcsolatban állunk-e például az iszlám állammal, vagy üzengettünk-e valakinek arról, hogy terror cselekményt szeretnénk elkövetni, ellenőriznek bennünket, és ezt állítólagosan majd lehet, hogy Európában is átveszik magát a gyakorlatot, hogy a határon belenéznek a te telefonodba. Elveszi a csávó, és hogyha működik a Facebookon... Elveszi a csávó, így van, és belenéz. Sok a szakállas ismerősöm, akkor a biztos arab terroristákkal ismerkedem. Hát, te bajba leszel. Te minden reptéren nagyon nagy bajba leszel. És ha neked túl sok alulszakállas ismerősöm, akkor te meg azért leszel bajba. Gratulálnak az ízlésemhez, és visszadják a telefon. Túl sok a szakállas és a hosszú ormányú ismerősöm. Furák emberek. Szóval ezt akarják majd, és arra gondoltunk, hogy ha már lehet Facebook profilból, bejegyzésekből, posztokból következtetni arra, hogy vagy bizonyítékot szerezni, ami ugye terhelő nyilván, a múltra nézem, akkor
küldjetek el nekünk valamit a ti utolsó Facebook posztotokat illetően, vagy egy SMS-t, vagy azt, hogy mi volt, mit lájkoltatok, mit írtatok ki, és megpróbáljuk kitalálni, hogy ti milyenek lehettek. Ez lehet egy SMS a barátnőtöknek, a szerelmeteknek, egy reggeli kis rövid szöveges üzenet az anyátoknak. Amit elküldtetek ma reggel, azt küldjetek el nekünk, mi pedig megpróbáljuk a profilképet lerajzolni, hogy számunkra mondjuk mi lennénk a határőrök, Jani Bali Feri áll a határnál, és jöttök ti, mint a hallgatók, mi pedig amerikai határőrök vagyunk, számunkra mi derül ki abból, amit ti elküldtök nekünk. Mintha kvázi belenéznénk a telefonotokba. Jó, ez lehet tényleg Facebook poszt, vagy üzenet, vagy egy utolsó e-mail, amit elküldtetek ma reggel valakinek. Jó? Ezt próbáljátok nekünk elküldeni. Jó napot kívánok! Már nem így. A telefonját. Már nem ilyenek. Nem? Már nem így, már nincs ez a erő. Amikor utoljára ilyenben volt részem, akkor még ilyenek volt. Jó, amikor te utoljára küldve voltak. Jó napot kívánok! Útlevél ellenőrzés. Jó, de amikor utoljátok külföldön voltál, akkor busszal ment, és még felszálltak a határ ellen, a határa átkelőnél, és végigmentek géppuskával. Tehát nagyjából te erre emlékszel, mikor ment a Korfura 4 napon keresztül. Jó napot, csak 50 shilling. Hát ezért... Tényleg, amikor te mentél... Ezért nem hagyom ki a csomagtartót. Utoljára, amikor külföldön voltál, még márka volt, úgyhogy... De és akkor csomagtartó helyett most azt fogja kérni, hogy nem utasd a Facebookot? Aha. És? Hát belenéz a Facebookon, megnézzük. Abban a csomagtartomban, akkor már nem. De az már nem is érdekel. Ez most nem az a határ, hogy milyen maradják vagytok, ez repülőtér például. Miért? A mexikói, amerikai határon ritkán megyünk azért Mexikón keresztül Amerikába, sokkal inkább repülünk. Tehát, hogy repülőn szállunk. De a mexikóiak, de a mexikóiak. Hát a mexikóiak valóban mennek, így van. Jó napot kívánok, útlevelet, por favor. Útlevél. Los gyorsos, útlevél, los por favor, hamar ide adosz, üzenet, azt megnéz, azt. Na jó, ne kezdjük el ezt, légy szívegén. Jó, drága hallgatók, tehát mi volt az utolsó üzenet? Bejegyzés, poszt, komment, mondjatok még valamit, ami ide illik. De nincs több. Mondjatok még valami menő szót, ami nem tudom, tag, bármi, nem tudom. Raj. ami posztoltatok, nekünk küldjetek el. Hadd rajzoljunk profilképeket. Jó? Megnézzük. Megnézzük. Biztos lesz egyébként félreérthető. Nektek mi volt a legutolsó üzenet? Tessék, csak hogy egymás telefonjával kezdjük. Ami nem biztos, hogy ma este volt, ami tegnap reggel volt. Nekem az volt ma reggel Zsűlnek, hogy tegyél be még egyet. Ha engem mondjuk megnézek az amerikai határőrök, akkor mi van? Az én üzenetem, tegyél be még egyet. Jules. Tehát ezt látja az amerikai határőr, hogy Jules, tegyél be még egyet. Ettől én nem vagyok terrorista. Nektek mi volt? Tegnap este volt, gondolom, nem? Igen. Azt mondja, hogy én is kicsit csalódott vagyok, na megyek locsolni. Ez volt? Na, megyek locsolni, beszélünk, ezt küldtem a barátom. Ezt küldted, hogy te is kicsit csalódott, és mész locsolni. Ez az utolsó, ez akkor egy tegnap esti üzenet. Nálam az, hogy tudsz. Kicsit csalódott vagyok. Kicsit csalódott vagyok, most megyek locsolok egy kis aranyesőt. Ez mondjuk félértető. Meglocsolok. Már én nem idézőjelben van. Azért mondom, ez megyek locsolni, ez aranyeső lyukában, hallottunk már ilyet. Igen, neked mi, ma reggel volt, vagy tegnap este? Nem, tegnap este volt, tudsz szerezni jó áron magnum palackos pezsgőt. A nagyot. Gyanús, a nagyot. Nagyon gyanús. Nagyon gyanús. Nagyon gyanús. Ez, jó, ez mi hárman nem vagyunk terroristák. Ne. Pesgőzöl, te locsolsz, én zenét rakatok be, a Zsüllel, kő amatőr. Tehát egy gyerekek, mi úgy mennénk át a határ ellenőrzésen, mint a húzat. Vagy van egy picit konkrétabb is, ez a szék meg a britek, ezért soha nem eszek többé Cadbury. Jani dühös a Brexit miatt. Határon már véged lenne. Ugye? Hát ott már besengednének. Ott hátra tekerik a kis karjaimat. Aztán. Igen, letépik a kis kezecskéidet, és elvezetnek. Na, drága hallgatók, írjátok meg, jó, nektek mi volt az utolsó üzenet. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk. Mi mindig azt mondom, hogy majdnem mindig azt mondom, hogy Ákos híre után. Hát nem, Ákos még nincs. Ákos, csak még ugye az új, nem tudom, miért új gyerekkel van. Az új kis krambóval. Az új kis jövevénye. Az egyébként gyönyörű kis izével. Igen. 4 perc pontosan 8 óra. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 8 óra után vagyunk pontosan. 9 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Folytatjuk, jön a jó idő, többen kérdezitek, mire lehet számítani. Elmegy ez a hidegfront, és visszatér a nyár.
holnap már 30 fokot mondanak, csütörtök péntek pedig 33. És egész héten, hétvégén marad a jó idő. Megtapasztalod te is, hogy milyen az, amikor... Milyen érzés melegben lenni, jó? Jó? Nagyon isteni voltam. Ja, mondom, tényleg arra meséltek már majd, hogy milyen, amikor az ember a szabadságát olyan helyen tölti, ahol meleg van. Mert ezt elfelejtettem. Erre nem teljesen emlékszem, hogy milyen úgy pihenni, hogy nem kell fázni. Hát ezért nem kell kújtorogni állandóan külföldön. Ezért nem kell külföldre menni állandóan. Utazol, mi soha se fázok. Itthon maradnál, érted, mint Jani, nem megy sehova, és nem fázik. Igen, közelebb van a pulóver is, ha haza kell érte ugrani. Így mennyi? Itt adnak kölcsön. Itt tudok kölcsön. Hát Magyarországban ilyenbe próbálkoztál volna. Ott adtak volna? Kint? Hát ott azért ez nehezebb lett volna. Hogy nem tudom, 10 eurót vagy 5 eurót, hát azért az úgy lassabban jött volna. Lassabban jött volna össze. Akkor ott kellettek volna a gyerekek is. Hát ott mindenki magam elé toltam volna. Éhesen, nézze meg milyen éhes. Még csak 14 kiló másfél évesen. Tehát nézze, hogy le van fogyva. Na, ja, zajlik a játékunk a Facebookon, ugye? De ezt kifejezetten a Facebookon, tehát ez valahogy nem tudom, hogy nem megy át, vagy nem értitek, vagy tehát nehéz a dolog. De ne küldjetek. De ne küldjetek SMS nekünk, mert ez egy Facebook játék. Facebook hangzott el a kérdés, ott kell jól megválaszolni, és akkor egy Gyugyi Mez gazdára talál majd. Uh-huh. Valakit kisorsolunk, felveszük vele a kapcsolatot, és megkapja Gyugyák Balázs mezét, mert amíg drága Balázsunk küldött hármat nekünk, igen, ebből egyet lenyúltak, egy van Ferinél. Egyet én nyúltam le. Egyet Feri nyúlt le, de megvan. Egy játékunk van. Így van, egy játékunk van, és Jánosnál meg ott van maga a játék. Egy MS póló. Egy MS póló. Amit kisorsolunk, mert nem neses. Mert akkor megtartottam volna. Ja. Azt mondja, hogy 10. kerület körös és a Csoma Sándor út vasúti felüljáronál elesetes Zsú küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán Pilis Csabán a 26-os kilométernél Esztergom irányában most állta ki fotózni a trafipaxos rendvédelem, úgyhogy ott is vigyázzatok. Aztán baleset van az M1-esen, a 71-es kilométernél Budapest felé, 1 kilométeres a torlódás, nincs teljes pályazár, ezt is többen kérdeztétek, lehet menni. A dugó csak amiatt van, hogy egy sávra terelik a forgalmat, és emiatt kell egy kis fennakadásra számítani, de még nem zárták le a pályát, úgyhogy tudtok menni. Na, aztán azt nézem, hogy mi van még, más nincs egyelőre, hát csend és nyugalom és béke honol az országban. Mindenki csendes egyetértésben. Most még. Tudod, kitart a futballválogatott által okozott szeretet hullám. Hát egyrészt másrészt nem mert most kijönni az utcára, nagy kérjük kölcsön. Hát meg a másik, hogy kölcsön. Mindenkitől kölcsön fog kérni, igen. Na, ugye arra beszélgettünk, hogy az amerikaiak azt szeretnék bevezetni, hogyha felszállunk a repülőre, és leszállunk Amerikában, akkor belenézhessenek a mi telefonunkba, megnézhessék a Facebook posztjainkat és az üzeneteinket is, hogy nem vagyunk-e terroristák. Azért ez több szempontból aggályos, nem? Tehát azért ez így ebben a formában, hogy már ennyire belehatolnak az intim szférádba, azért ez érdekes. Meg hát nincs azért... semmiféle személyiségi jog, amire lehet hivatkozni, hogy ne nézegessék a Facebook profilodat, meg az SMS-eidet. Elvileg ezt szeretnék, hogy a határon elkérik a telefonodat, és mindenedet átnézhetik, hogy nem vagy-e terrorista. És egyébként mik a támpontok? Tehát mi alapján fogják megalapítani azt, hogy te terrorista vagy? Tehát, hogy az utolsó Facebook posztodon a haverjaiddal pózolsz kalasnyikovokkal, és fejteken meg, vagy hát ilyenki? Hát az gyanús. Konyharuha van? Az már gyanús. El van takarva a szátok, vagy izért, hogy lájkoltok egy, hogy hívják ott egy ISIS-ről szóló cikket? Hát például, igen. Azt küldözgeted a haverédnek, hogyan készítsünk házilag kuktából bombát, akkor már nyilván az lehet egy ilyen kiindulási pont. Akkor megnézik, hogy vicceltél, vagy nem vicceltél. Ha nem, akkor hello. És ott mit csinál? Csak visszafordít, vagy azonnal börtön? Hát ez egy jó kérdés. Ugye? Ez egy jó kérdés. Persze. Nyilván nem engednek belépni az országba. Hát statáriális ítélkezés lesz, ott rögtön el is intéznek. Igen, ott hát leszállsz Washington, és ott azonnal fel is akasztanak? Igen. Rögtön ítélő bíróság azonnal ellátja a bajodat? Igen, hát érdekes a dolog, minden esetre ez, ha bevezetik, azért az kemény világ lesz. Na, és arra kértünk meneteket, hogy küldjetek el nekünk az utolsó posztot, vagy SMS-t, vagy bármit, amikor ti használtátok a telefonotokat, hogy mi volt az, abból mi megpróbáljuk megnézni, hogy ti terroristák vagytok-e. Vagy legalábbis veszélyesek lennétek ránk, ha mondjuk be akartok lépni az országunkba. Én úgy látom egyébként, hogy teljesen nyugodt, kiegyensúlyozott és ártalmatlan hallgatók hallgatnak bennünket. Nagyon helyes kis reggeli, meg még tegnap esti üzenetekkel. Hát! És mindenki a párjával, az anyukájával, az apukájával váltott üzenetet. Tehát, hogy például azt írja az egyik kedves hallgató, hogy hozd már be a popsi törlőt. Na most, érted, egy határellenőrzés előtt valaki popsi törlőt kér. Ha? Akkor az becsokizott. Becsokizott. Miért? Vagyis mert fél határellenőrzéstől. Valószínűleg vaj van a fején. Ergo terrorista. Tehát terrorista, kész, kivéve.
Más is ír nekünk, a füvet ne felejtsd. Tudod, este jönnek a tesómék. Na, na most, ha ezt nem olvasod tovább, akkor azonnal elviszem. Párom üzenete, le kellett írnom a füvet a kertben. Laci, küldte nekünk, igen. Azt mondja, hogy utolsó üzenetem, Hali, csap még hozzá 3 darab 130 grammos kéket. Egy pöcs pont most vitte el az összeset. Tessék, 130 grammos kék. Nézd a 130 grammos kék. A bombán milyen vezeték van? Piros, meg kék. Ja, értem. A 130 grammos vezeték, érted? Ja. Akkor ez nem valami a potenciál növelő cucc. Hát vagy az. Igen. Azt mondja, hogy valakinek ez van az SMS-i út a telefonjában, mint utolsó SMS-t. Lajos, küld már át még november 5 az RMH-s embered nevét. Köszi. Na, ő nem terrorista, vagy nem úgy. Igen. Lehet, hogy valakinek van ilyen üzenete is. Igen. Igen. Azt mondja, hogy... valaki annyit írt, 1 liter benzin kellene felgyújtani ezt a rakáskakit, írta valaki. Nem tudom, hogy mire vonatkozik. Azt mondja, hogy... feleségemnek írtam, basszus, egész éjjel ment a hasam, szerez reggelre széntablettát. Éjszakai műszakban melózom. Ez volt az utolsó, üzenet. Igen. Hát szerintem ez sem. Bár hát ez is lehet nyilván rejtjeles, meg kódos. Aha, széntabletta. Igen. Érdekes üzenetek vannak. Andris még fújkálni kell, mert még érdes. Jött egy ilyen. Hát na, ezen már egy kicsit el lehet agyalni. Ki érdes? Miért kell Andris fújkálni? Kit kell fújkálni? Igen. Azt mondja, hogy cicám, tegnap kirobbanó formában voltál. Na ez jó. Hát igen, kirobbanó formában volt a cica, tehát ez valószínűleg egy pasi küldte az ő barátnőjének, feleségének, szeretőjének, nem tudom. A cica oda pillított. Simán félreérthető lehet, eleve nincsen ott magyar tolmács, valószínűleg a Google fordítóba írják be, tehát ott, hogy ez a kirobbanó, ez már ajjajjaj, véleményes. Azt mondja, macska az ajtóba hány, de köszönöm, hogy levitted a szemetet. Ez volt a reggeli üzenet. Na ebből, hogyha valaki kihozza, hogy az illető terrorista, hát gratulálok, felállva. Igen, azt mondja, hogy te jó ég, mi van a hősök terén? Hihetetlen. Valaki ezt posztolta utoljára az ő Facebook oldalán, egészen pontosan Ági. Ági valószínűleg akkor ott volt a hősök terén. Azt mondja, megint elment előttem ez a kábusz. Elnézek az Akácva utcába egy szép táskával, és lerakom a BKK irodáját. Ez már nagyon gyarús. Ez már nagyon gyarús, igen. Azt mondja, szia kicsi, ma tegnapi te egy picit meghajtott ma reggel téged, nem? Szép napot, csók Tomi. Hát ez se gyanús. Nem szabad, mindig meg kell szagolni a tejet. Mielőtt beleiszol, szakolj meg. Abban a pillanatban kiderül, hogy romlott-e. Nem? Ez úgy kell. Igen, de ezek a gyomor problémák, ezek úgy tűnik, hogy általánosak így a magyarság körében. 10-ből 5-en írják azt, hogy valaminkod van. Érdekesen, nekem megy a hasam, én nem küldöm el. Ti elkülditek? Mi megírod, hogy... Nem. Ugye, hogy az ember hát ezt nem küldi? Igen, azt azért nem, olyan büszke nem vagy rá, hogy baj van. Azt mondja, én ezt értem utoljára, ezek a Balázsék soha nem válogatnak ma a bűsorba, esélyem sincs nyerni. Valaki ugye ezt küldte el, mint utolsó üzenet a barátnőjének. Micsoda? Feri nagyon ismeri a bombákat. Ez nagyon gyanús. Aha. Ja, hogy ugye én igen. Mondtam, hogy a piros-kék vezeték. Igen, látott már néhány Die Hard filmet, és igen. Őt van ott a kuktája is egész jó minőségű. És a Feri egyébként ebből a szempontból veszélyben lenne. Én nagyon komolyan. Na, ezt néztem ki. Szeretek. És belenne linkelve egy kukta. És csak ennyi szöveg. Na, ezt néztem ki. És ez ugye csak van. Elküldeni így haza, hogy hát figyelj, én ezt szeretném karéra kap, vagy nem tudom, és egy kukta kép. Ott messzeltek. Annyi volt még egy másik esemény, és indulunk Sopronba, jövünk Iron Maiden. Ez jó. Ez egy mekkora fenyegetés, érted? És akkor már tudja az Amcsi, hogy hívják, határátkelő, ellenőrző ember, hogy Sopronba sok ember, nagy fesztivál, potenciálisan veszélyes, Iron Maiden. Basszűz, ez valami kóra. Ez volt egyébként az Iron Maiden? Voltra jönnek? Volt. De ha már volt, akkor már hova menjek? Hát nagyon igazolni egyébként. Nagyon furcsa. Hiszen elmúlt. Szinte feldolgozhatatlan. És egy olyan koncertre, ami már volt, nem? Hát ezt sem értem. Furák az emberek, hogy megveszed egy koncertre, megveszed a Voltra egy egyet. Hát a Voltra már nem szabad. Hát az már elmúlt. Na, oké, köszi az SMS-eket, ezt lezártuk. Viszont van egy másik téma, ami egészen elképesztően beteg. De ha lehetne kapni Magyarországon, érdemes lenne kipróbálni. Na. Ugyanis gondolkoztak sokat azon, hogy a megcsalást hogyan lehetne kivédeni, és egy legújabb találmány szerint szingliség.
Az egy fontos dolog. A maradi, nagyon maradi. Csak abban nehéz témát csinálni. Rakjon mikrocsipet a péniszére. Novemberben jelenik meg az új találmány, amely jelzi párunknak, ha szexuális izgalomba kerülünk, és ha mind a ketten raknak meg mikrocsipet, akkor jelzi azt is, ha te párod akcióba lépett, vagy pedig te léptél akcióba, azt jelzi a párodnak. Ez egy vadi új találmány, novemberben kerül a piacra, beültetheted magadnak, vagy beültetheted a kedvesednek. De ha megnézek egy erotikus tartalmú filmet, és van egy kis... Na hát ez egy érdekes dolog egyébként, hogy mit jelez. Hogy önmagában mit jelez maga a mikrocsip. Mert most azt mondtad, hogy az érintkezést valószínűleg. Nem, most azt hangzott el, hogyha izgalmi állapotba került. Hát a nőknél ott már azért kell ugye az érintkezést, igen, az érintkezést is jeleznie. Hát akkor 4 óra felé, akkor nálunk nálam bejelezne. Hál' Istennek még elég jó állapotban vagyok. Igen? Ilyen téren, tehát azért 4 óra körül nekem elő szokott fordulni. A sátorállító izomzat. Így van. Ugye ez is egy amerikai cég egyébként, ez egy technikai cég jelentette be, ami együtt lesz majd egy telefonos applikációval. És ha a péniszed hegyére elhelyezed ezt a kis mikrocsipet, vagy berakod a nőnek, akkor a telefonod jelzi, ha a párod vérbőséget tapasztal. Aha. Vagyis már kezdhetsz gyanakodni, vagy megcsörgeteted, hogy ha az applikáció aktivitást mutat, akkor tudod, hogy valamiféle akció van a párodnál. Elképesztő a letöltés és az érdeklődés a termék iránt, az amerikaiak meg vannak őrülve, és hát úgy látszik, hogy baromi bizalmatlanok, de szeretnék maguknak és a párjuknak is beültettetni ezt. Na, most ezt azért hogy adod elő otthon, hogy hát figyelj anya, hát nézd, elő szokott fordulni. Igen. Nem, hanem az, hogy rád gondoltam. Igen, hogy rád gondoltam nagyon intenzíven. De hogy ott kezdett, hogy ültessük már be ezt a csipet. Uh-huh. Neked is, meg nekem is. Aha. Mi van? Miért kérdez? Én ezt nem tudom képzelni. Jól is eshet neki. Én ezt el tudom képzelni egyébként, hogy két féltékeny ember van együtt, akik folyamatosan megölik egymást a féltékenységgel, és ők közösen mennek el beültetni. Tehát az egy elképzelhető dolog. Vagy nem kell meggyőzni. Hogy ezzel fog a cörök hűséget. Ez olyan, mint a közös tetoválás. Igen, ez olyan, mint a közös tetoválás, hogy felrakadtok valamit. Vagy megszetek egymás mellett, nézitek a másik szemébe, és közül feltetováját kapta. Félbetört szíve. Hát, csinál ilyet valaki? Ez elég nyomja. Igen. Ez a csípes dolog, ez nekem jobban. Ez jobban tetszik. Beültetsz a péniszedbe egy csípet. Ha a párod kér, mert ő féltékeny, akkor megteszed? Hát ez már eleve a bizalmatlanság jele, ugye, és a másik meg az, hogy nála meg én nem tudom, hogy lehet ezt, hogy fog működni a nőknél, mert a férfiaknál teljesen egyértelmű. Hát valahogy érzékeli a behatolást. A Melvin bimbója, vagy mi? Nem a Melvin bimbót, nem a Melvin bimbót. Hát azért mondom, de hogy... Hát most valahogy érzékeli, kitalálták, hogy valahogy érzékeli. Tehát most tulajdonképpen a lényeg mindegy, az a lényeg, hogy te kapsz a telefonodra egy jelet, hogy a párod csinál valamit. Tehát ha féltékeny vagy, akkor tudhatod, hogy vagy fölhívod, hogy mi történik vele, vagy odamész, vagy megpróbálod letesztelni. De hogy a kérdésre maga mi a válasz, hogy azt mondja anya, hogy akkor gyere és ültessük be. Ugye? Ezt kérdezted az előbb. Hogy nem vállalod-e azt a dolgot, amikor azt mondja a feleséged, hogy gyere, menjünk és ültessük be egy ilyet. Hát igen, ez a bizalmatlanságnak a jele. De ha már bizalmatlanság van, akkor nem ülteted be? Akkor azt mondod, hogy mit képzelsz te rólam? Vagy akkor azt mondod, hogy menjünk csak el és ültessük be? Nem gondolod rólam, hogy valaha megcsallak. Na, és azt mondja, hogy de igen, de gondolom, ezért aztán ültessük be. Hát neked jó, is, nekem be. Is ültessük jó, hát, be. Nem, igazából itt az van, hogy egy ember nem ültetheti be. Vagy mind a kettő beülteti, vagy egyik sem. Mert hogyha mind a kettő beülteti, az a guilt. Az úgy rendben van. Aha. Hát de ültesz csak be, te, mondja az asszony, hiszen én biztos, hogy nem csallak meg. Én ismerem magam, mondja a nő. Akkor is beülteted? Hát nem, mert mint férfi azért többször előfordul, hogy vannak olyan gondolatai az embernek, amikből úgy tűnik, mintha, pedig nem. Pedig csak rá gondolok. Engem riaszt a telefonom? Igen. Uh-huh. Igen. Az applikáció küld nekem valamit, és riaszt a telefon. A rezgőre van állítva, akkor zsebbe érzed, és olyan korvalszág van az applikációban, egy olyan gomb, hogy automatikus hívás. De azért ez milyen kemény, mikor bejelez a telefonot, hogy a csajod félre. Nem az a kemény, mert az a kemény, amikor majd bejössz, és majd mondod a Gyulának, hogy Gyula, te vagy itt a legjobb műszakén, mert maradjon köztünk. Fél, nem tudnál kiütni egy csippet? Milyen csippet, Balázs? Figyelj, van egy... Mutatom! És csak! Ki kéne venni egy forrasztó pálkával, ami ki belém ültetett oldani, ki tudnád ütni. És akkor Gyula, fogná oda menni egy állólámpához, letépné róla a kábel, szét ezen kicsit leblankolná a végét, és ne gyere.
Honnan tudod, hogy nincs megblankolva a végén? Gyere, kis ütjük. Na hát ez az. Ez az. Egyébként az az érdekes, hogy tud-e valódi különbséget tenni maga az applikáció a között, hogy én egyedül vagyok, vagy nővel vagyok, érted? Tehát ez hogy fejlesztette ki ez az amerikai cég magát a mikrocsipet? Mert ugye ez nem mindegy, hogy valójában mi történik. Történik-e effektíve megcsalás, vagy csak az ember egyedül van? Hát persze, nem? Bármikor történhet bármi, érted? A munka közben is, vagy utazás közben is eszedbe jöthet valami. Tehát akkor nyilván jelzi majd a készülék. Hát csak lesz annyira kifinomult, nem? És akkor kírja, hogy job, vagy handjob. Tessék, engem már hívnak is. Bejelzett a csippen. Valaki egy 30-as számról megcsörgetett. Csak beszéltem róla. Azért feszengsz már reggel óta, mert már nem van. Nézd meg, hát már is jel ez az applikáció. Először magamon tesztelem. Úgy hallottam egyébként, hogy Európában először Spanyolországban ültetik be ezt a csippet. Mit gondolsz, miért mentem el Barcelonába egy háromnapos kiruccalás? Nem a hideg volt a legnagyobb problémát, hanem az a 20 öltés, amivel összem ott. Most tudod, hogy fáj, hogy hegesedik. Nagyon nem tudok pisilni, mert csíp. De nem sokára. Azt mondta a doki, hogy elmúlik. Ki egyébként fél kilenckor egy 35 számot? Szerintem be. Ki az, aki nem tudja, hogy fél kilenckor? Hát 10 éve rádiózom reggel. De kedves Nini Magyar Aranyos bácsi. Megtudták az ezesükért. Megtudták a telefonszámomat. Na, de tessék, ha párotok kéri, hogy mondjuk ő féltékeny, tételezzük föl, akkor ő is beültet egyet, te is beültetsz egyet, akkor az ember ezt megteszi a kedvesért, hogy beültet egy csipet, hogy megnyugodjon? Simán. Mert azért a féltékenység az nem ismer határokat, tehát nyilván nagyon sok hallgatónk volt már együtt féltékeny baráttal, barátnővel, azt tudod, hogy az egy szörnyeteg. Tehát aki féltékeny, az tulajdonképpen bármire képes, nem? Bizalmatlan, paranoiás, nyomoz utánad, üldöz, keresztkérdéseket teszel. Tehát a féltékeny pasinál, vagy a féltékeny nőnél szerintem nincs rosszabb. Tehát az meg tud mérgezni. Meg tud mérgezni egy kapcsolatot. De az sem jó egyébként, amikor azt mondja, hogy mindegyes, hadd menjen. Annyira mindegy. Anya, beültetem, hogy be, kint ér, hagyjál már, ne fárasszál. Csinálja, amit akarsz. Ez a csip azt is megmondja, vagy, hogy hol vagyok? Tehát van menehelynek határozás, hogy kint vagy benn? Kint benn. Ideg meg. Hol vagyok? Már megív. Csuki. Szerintem a csippet akarja beültetni, vagy... Te tudja a csip, hogy én hol vagyok? Igen. Leadja az applikációra? Tehát ha én berakom a csipet, és mondjuk mi együtt élünk, akkor te ránézel az applikációra, te tudod, hogy én a Bakástére jöttem izgalomba, a szemétégetőnél jöttem izgalomba. Nem lehet megvezetni. Melózok, dolgozok. Hát hallod, nem? Látom megint a szemétégető mellett, vagy kezdesz izgalomba jönni. Arra nem vagyok. Arra nem vagyok például. Látom megint kim vagy a Méta utcában. Megint a gyáli fankúra tavak mellett. Mullatod az időt, nem tudom, mit kell. Azonnal gyere haza! Te jársz arra meg. Szóval ez úgy lenne a jó, hogy lássam, hogy hol jön izgalomba a párom. Tehát ne csak azt tudjam, hogy ő most valamit csinál, hanem hogy akkor legyen egy GPS koordináta. Oda tudjak menni, le tudjam leplezni, rá tudjam törni az ajtót, tehát hogy legyen valódi tettenérés. Azzal én nem vagyok kisegítve, hogy most nekem az applikáció jelez, hát hogy a feleséged vagy a férjed félrelép, vagy te rá tudsz csörögni. Hát, igen. Mondja meg a motel szobát, ahol a dolog történik, nem? Vagy a szállodát. Tehát legyen benne GPS koordinátor. Hát igen, de itt vannak olyan alapvető emberi szokások, amik félrevezetik az embert. Tehát nálad bejelezne Vikinek a csipi a Starbucksban, amikor meglátja a mandulatejét. Az én feleségem könnyen izgalomba jön. Egy pohár kapucsina, egy szója tejjel, és nekem állandóan jelent. Jó, hát vérbő az, hogy vérbőért kavar beindul mindent. Az én kis applikációm állandóan. Én meg belelapozok egy kuponfüzetbe, aztán már érted. Na ez a baj, hogy te meg meglátod a kis kegyed, hogy leértékelés van, érted, és erős izgalmi állapotba kerülsz. Móni is állandóan jelezne. Vagy Móninak is állandóan jelezne. Na, drága hallgatók, még azért talán nem tartunk itt, hogy mikrocsipet kelljen behelyezni a péniszünkre, de írjátok meg nekünk, ha volt olyan párotok, aki lájkolnátok-e a képet. Tegyünk-e fel Facebookot a frissen beültetett csipemet. Az Instára mit szartalunk? Aki baromi féltékeny volt, és már eljöttetek, és ott hagytátok, már nem vagytok vele, hogy van-e határa a féltékenységnek? Mit csinált? Mi volt a legelvetemültebb dolog, amivel benneteket szétkínzott? Én szerintem sokkal nyomorultabb, egy pasi csinálja ezt, mert a nők sokszor féltékenyek, de egy féltékeny pasinál szerintem nincs nyomorúságosabb, amikor... Azt szerintem is nagyon nyomorult. Tehát amikor egy nő féltékenykedik, ez kicsit az ember megérti, hogy a nők alapjavéve ilyenek.
De amikor egy férfinek nincs annyi önértékelése, hogy megbízon úgy a feleségében, barátnőjében, hogy ne nyomozzon utána, ne féltékenykedjen, ne akarjál adon fölöltöztetni, ne kössön bele a ruhájába, az azt szerintem a legnyomorultabb. Írjátok meg nekünk, ha voltatok együtt ilyen emberrel. Mindegy, hogy nő vagy férfi. És hol ültetétek be a csippet? Hol rakadtatok a csippet, mennyibe került, és van-e még? Hogy mit csinált, és mivel kínzott benneteket halára. Ez egy válók szerintem egy idő után. Nem? Tehát kapcsolatok mehetnek rá. Megmérgezi. Az egészen biztos. Volt egy ismerősünk, és az ő barátnője, az akkori barátnője, mi osztálytársnőnk volt, és teljesen kész volt a csávod, de mindenkit, és mindenki gyűlölt, mindenkit meg akart ölni, mindenkit. Volt olyan, hogy ültünk itt a téren, egy a padon, a padnak a szélén, és oda jött hozzánk, és azt mondta, hogy még egyszer elnéztek, neked ide, neked pedig középre fogjuk valamit. És mindenki gyűltük, mi van? Írjátok meg nekünk, igen, tényleg a legféltékenyebb nőt és férfit keressük, jó? Ha volt ilyen az életetekben, küldjetek el. Azt is, hogy mit csinált, az nagyon fontos, tehát hogy nyomozott, milyen keresztkérdéseket tett föl, mennyire volt paranoiás, hogy keserítette meg az életeteket, küldjetek el nekünk SMS-ben. Jó, mi pedig jövünk a hírek után. FM-en. 3:49 lesz pontosan 4 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy kicsi pénz Náksiéknak, nem? Megérdemli. Most már többszörösen is, ugye? Mert hogy annak idején a dalmaga jó volt, ilyen strandpartidat, most meg már himnusz lett. Most nem kevés lóvét termelt annak idején, ez hatalmas sláger volt. Igen, egyébként úgy jutott a szöveg egyébként, hogy meghallgatod, de nagyon jó. Nem bocsa. Nem, rettetesen. De jó, egy kicsit nosztalgiázni az elmúlt 2 hét után most, hogy milyen jó kis élmények értek bennünket. Tudod, mi volt, oda mentek annak idején a stúdióba, csak éppen még kicsit csúszott valamiért a Cosmix, volt fél óra, úgyhogy Nácsi megírta gyorsan a dalszöveg. Na, ugye egy érdekes dologról beszélgetünk, egy amerikai találmány, mert rájöttek, ugye, hogy a megcsalás az egyik leggyakoribb oka annak, hogy a párkapcsolat tönkre megy, egy új találmánynak köszönhetően bármikor fényderül a félrelépése, egy technikai cég bejelentette, hogy novemberben jelenik meg egy termékük, ami megállíthatja a megcsalások számának növekedését. Egy mikrocsipet kell elhelyezni a pénisz hegyére, egyet a vaginába, és le kell tölteni egy applikációt telefonra. A szeretkezés után már is kapcsolatba lép a kis kütyű, és innentől kezdve aktivitást lehet látni az applikáción, vagyis például, ha párod megcsal, akkor a szerkentyű, ha nem érzékeli a megfelelő csipet a megfelelő csip találkozásával, bejelez neked, hogy a csip rossz helyen van. Inkompatibilitás. Igen. Mi van a szakításnál? Visszakéred a csipet? Vagy át kell csak írni az SMS-t. Nem, már Borival vagyok, és átenném. Átenném Boriba a csipet, vagy Józsikám, gyere ide, mert átenném Gáborba a csipet. Tehát szakításnál, de mi van? Hát ha mindenkiben van csip, akkor csak át kell programozni. Át kell átprogramozod, vagy átkéred a csipet. Hogy máshova igen. Aha, akkor de ez egy elég jó biznisz, mert már közbe kapcsolat, közbe is át lehet adott, hogy programozni. Igen. Kicsi, Katikám, add vissza a csipet, mert beleraktál most. Évába, ha lehet egy kicsit. Valami rohadt hacker volt. Az elég volt, ha valami szemét megbuherálta a csipet. Feltörték a csipemet. Lesz a dokkoló, vagy blokkoló? Na. Hát én azért nem szeretek nagyon kiköltekezni, de egy nagyobb összeget azért fordítanánk arra, hogy keresnék egy etikus hackert, és egy 30-40 embernek a csipjét ráállítanám Balázsnak. Viki telefonja. Hol vagy? Tudom, hogy megcsinálsz. Itt ülök a budin fölötted. Gyerekházál is! És egyszerre Debrecenben is! Na, ugye arra beszélgettünk, hogy erről, amit most mondtunk el. Mi megjelenik a szandra, és így benéz, és ilyenkor úgy érzem magam, mint egy... Hogy figyel téged, mi? Dobjanak nekünk kockacukrot. Igazi picit olyan? Kicsit a szandra megy, és így benéz minket, így az üvegstúdión keresztül legyen. Igen. De ilyenkor így mit néz? De mert hogy ezért most a velünk dolgozik egy ideje, vagy most megpróbál megőrizni az emlékezetében? Azért szerintem igen. Igazából nagyon ez így megáll a stúdió előtt, és így benéz az ablak. Még mindig nem hiszel, hogy itt dolgozhat. Még elkezdem a fejemet vagy. Tényleg. De ugrál is egy picit, mutasd. Laci, rakjál ki Léci egy táblát, jó, hogy nem lehet etetni az állatokat. Léci, ne dobjatok zót sem megért. Na, szóval, hogy a féltékenységről beszéltünk. Elment. Kicsoda? Nem ment el. Hova? Hogy? Vissza is húztanak rá.
De lehet, ma van utoljára, és bejött minket még megnézni. Igen. Hogy így maradjunk meg a tudatában. Hát szeret téged, na. Ugye arra beszélgettünk, hogy, vagy azt kértünk, ez nekem már nem megy. De már elmondtad egyszer. Ez az, jöjjenek az SMS-ek, így van. Tök persze, miért mondom ezt százszor? Nézzük az SMS-eket. De most ezt is újra elmondtad. A csajom állandóan hívogatott, már átkapcsolok valamit. A csippedet? Rezeg a csippem. Inaktívra. Inaktívra rakom a csippet, mert nagyon jelez. A Viki valami nagyon rosszat csinál, jelzett a telefonon. Szandi rákönyököd kit az asztalra, és rögtön elkezdett a csippet. Azért ahhoz már nekem több kell. Aha. Öreg motoros vagyok én már. Azért 40 évesen már nekem az nem elég, ha valaki rákönyököl az asztalra. Az én exem számítógépemen a billentyűzetet megfelelő programmal töltötte fel, nyilván ugye programot töltött a laptopra, visszaolvasta az e-mailjémet, aztán számon kérte, az ő haverjának a barátnője autójába rakott lehallgató készüléket, és amikor a WC-n ült, ott hallgatta vissza a felvételeket. Tehetős, jól kinéző pasikról van szó, egyszerűen a hiúságukat zavarta, hogy netán más is létezik rajtuk kívül. Ezt Veronika küldte nekünk. Volt egy ismerősöm, aki nő volt, ha párja fél órát késett a munkahelyről, melberúgta a csávó amikor hazament. Egyszer kérdeztem a csajt, hogy miért van összetörve a kocsiján az első spoiler. Azt mondta azért, mert látta a barátját az utcán séteközben telefonálni, és ezért elütötte. Jézusom, a telefon. Hát jó, de hát. A telefonjában mindig nézte az üzenetszámlálót azért, hogy amikor nincs vele, nem küldje üzenetet másnak, és törli ki. És ez még nem minden. Tomi küldte nekünk. Na, hát pontosan ilyen SMS-ekre gondoltunk, mert hisszük azt, hogy a féltékenység valóban tönkre tud tenni egy kapcsolatot, és vannak egészen eszement emberek, akik hát, azért ezt nagyon magas fokon művelik. Dolgozott a mélypen, elég kemény. Kezdve, hogy mész fel, és akkor cicám! És kis kapszérzanak a tolórug össze egy sodra, tudod, és igen, az kemény, hogy elbe rúgnak, de képzeld, hogy a saját csajod üt el, mert telefonálsz. Igen. És egyszer átgázol rajtad egy barkasszal. És menekülsz a csajod. Menjél mögötted egy robúr. És tudod, hogy a csajod, aki brutál féltékeny, el fog ütni, ha nem menekülsz el. Az nagyon kemény. Így van egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Aha. Bejelzett a csípje. Tenni kellett. Megszólalt a csíp, igen. Az én exem, mikor talált két darab női nevet a telefonomban, a hívás listában húsklopfolóval jött nekem, és fejbe akart vágni. Úgy kellett a kezéből kicsavarnom. Nemhogy betegesen féltkeny volt, mellé még béna is, mert ezek a hívások akkor történtek, mikor őt még nem is ismertem. Nem nézte a hívások melletti dátumot. Egy kicsit ideggyenge volt. Ezt Gábor küldte nekünk. Az én exem, az akkori barátnőm követett egy kocsit, ami olyan volt, mint az enyém, csak egy számmal más volt a rendszámtáblán. Egy srác volt meg a barátnő, és azt hitte, én vagyok valami csajjal, pedig otthon aludtam. A lámpánál ki akarta cibálni a csajt az anyós ülésről, de észrevette, amikor feltépte az autót, hogy ez egy másik kocsi. Bocsánat, tévedés. Nagyon kemény. És így tudod, hogy visszatolja, és megigazgítja a haját. Kicsit elnézést, bocsánat. További szép napot. Igen. Na, itt van újra hallgatunk. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, Dori! Hello! Oh. Dori nem már tartottál sokáig. Aha. Kitépte a pasi a kezéből a telefon. Nem mesélhetsz nekik. Nem beszélhetsz a Balázsékkal. Vagy reaktottak, hogy toppakson is kicsit. Igen, próbálj meg újra, mert jó a sztoria. Hát ha be tudjuk adni. Azt írja egy másik hallgató, hogy fél év horror, telefonhívás hajnali kettőkor, hol vagy? Mire mondom, hogy hol lennék, itthon alszom az ágyamon. Az nem igaz. Olyan a háttérzaj, amilyen nem szokott lenni. Tudszok küldenek. Ott is volt be bőven. Az én párom mostanában rászokott, hogy kitörli az új férfi ismerősémért Facebookon, mikor lebukik, nevetve mondja, hogy ez a természetes kiválasztódás. Egy hónap múlva esküvő. Nem foglalkozom már a féltékenységgel, ha neki jót csinálja. Azért hallgass ránk, ezt gondold meg. Tehát, hogy a párja kitörli az új férfi ismerősöket. És te hozzá fogsz menni feleségül? Hát, gratulálok. Igen. Tehát azért, mert van egy férfi ismerősöd, aki mondjuk kolléga, szakmai partner, akármicsoda. Igen. Tehát az csak úgy kitörli. És ő a te Facebookodról. Tehát akármennyire is nehéz elfogadni. Nem menj hozzá, még van egy hónapot, ezt nagyon gondold át, ez később csak durvulni fog. Igen. Kétféle különböző nem van a földön, tehát nem csak nők, hanem férfiak is, milyen meglepő. Hát erre azért aludni kéne még néhányan. Ezt gondold át, itt van a hallgatunk újra. Halló! Halló! Eddig eljutottunk az előbb is. Ja. Gyorsan mondd! Mondd a sztorit, most mondd el, most nem. Vagyok, ne haragudjatok, valamilyen megszakadt a kapcsolat. Hello. Na, neked féltékeny párod van, vagy volt, Dori? Volt igazából, 2 éve lett vége. Ennek, hát úgy ismerkedtünk, meg mindig tök normális lehet, tűnt a legelején. És hát én időközben, ugye én nagyon jó viszonyban vagyok a férfi kollégáimmal, és napi szinten is tartottuk a kapcsolatot. És hát egyszer csak elkezdett féltékenykedni, de olyan szinten, hogy
igazából a Facebookról is le kellett törölnöm az ismerőseimet. Nem hozhattam magas sarkút, nem sminkelhettem magam. És így nem értettem az egészet, hogy ez miért van. Igazából okot nem adtam rá. Nem tudom, hogy mi válthatta ki belőle ezt a nagyon nagy féltékenységet. Szakítottatok? Tehát eljöttél tőlem? Így van, így van. Tehát két év után azt mondtam, hogy így elég. Aha. Elég volt ebből. Hát ezt még nem csodálom. De miért ment a Facebook oldaladra, hogy törölje az ismerőseidet? Neked is? Nem, én nekem kellett törölnöm, ja, úgyhogy ő mellettem állt, és aki férfit látott, azt minden szép lassan ki kellett törölnöm. És soha nem indokolta, hogy miért? Nem, soha. Így egyszer csak így előtört belőle ez a féltékenység. Aha. És mennyit voltál vele? Egy másfél évet, kettőt. Miért? Hát egész jól bírta. Igen. Vagy az első év, vagy fél év az úgy tök normálisan ment, így aztán egyszer csak így elkezdett féltékenykedni. Tehát így a semmiből. Aha, és akkor szakítottatok is utána. Így van, így van. Utána már így nagyon sokat nem bírtam, de azért még tűrtem, így próbáltam, hát ha megváltozik, de hát igazából nem. Aha. Nem történt semmi. Hát sorstárs vagy, én sortatok magas sarkót, nem is úgy kellettek. Pedig mennyire szeretnék. Igen. Köszi, hogy elmondtad, jó munkát, puszi. Én köszönöm, sziasztok. Hello. Volt egy betegesen féltékeny barátom, amikor mentem hozzá, beültetett egy lavorvízbe, mert azt mondta, hogy ha a zacsi felemelkedik, és üres, akkor megcsalta. Mármint üres? A zacsi. Mert hogy ott... Aha. Ez gondold el, amikor megérkezel, köszönsz a barátnőnek, és azt mondta, hogy kicsim, ott a lavor. Uh-huh. Levetkőzöl, beülsz a lavorba herecsekre. Nagyon jó. És megnézi, hogy a gojzli felemelkedik-e. De sós vízben volt nagyon felhagyva. Igen, és ha felemelkedik, akkor megcsaltad. És ha felemelkedik, akkor üres az acsi. Aha. Vagyis akkor valószínű, hogy történt valami. Azért hát ez megvan, ülszek is laborba, és nézel föl a barátod. Nem csináltam semmit. Ugye az ember is kell, aki beül azért a laborba. Hát itt nem dolog hiányzott a hölgy részéről, ugye egy a bizalom, kettő a olvasottság. Teszteljük le, nem emelkedik föl? Az enyém. A tiéd két zokniba dobott vasgolyó. A két márványtiki-taki. A tiéd az isztambuli bazárban nem kapni ilyen márványtojást, öcsém, amilyen neked van ott. Az semmire nem emelkedik. Azt gondolod, hogy ez az ülés ki van ülve, de hogy is? Csak az a rohadt gravitáció. Nem a fenekem hagyott nyomot benne. Jó, hát nem próbáltam egyébként, tehát egyszer, mint tudományos kísérlet megnézhetnénk, de nyilván nem. Jó, ma nyilván este nem. Mindenkinek tesztot. Ma este mindenkinek teszt? Reggel megbeszéljük a gojzli tesztet. Jó. Sziasztok, Kinga vagyok. Kinga vagyok, a férjem még biciklizni sem enged el. Ha tornájára járok, akkor is cirkuszol. A legdurább az volt, mikor egyszer elmentem egy ismerős barátunkhoz, fél órán át ott voltam, így kitalálta, hogy szexeltünk, ami nyilván nem igaz. Este a bugyimat is megnézte. Megmérgez mindent a beteges féltékenységével. Akivel beszélgetek, azzal már szexelek is. Már senkihez nem szólok. 14 éve vagyunk együtt. Gratulálok. Hogy azért ez mennyire durva tud lenni, nem? Szóval rögünk, mert nyilván próbáljuk könnyedben feldolgozni a témát. De aki ebben él, azért a szörnyű lehet. Amikor hazajössz, és nőként leveszik a bugyidat, hogy megnézzék, hogy történt-e valami, nem? Elképesztően megalázó. Szörnyen megalázó lehet, igen. Igen. Az én volt párom az utcán sétálva, hogy a szórakozóján ülve állandóan azt kérdezgette az elhaladó pasikról, bejön? Ez mennyire beteg? Ő bejön? Na, ő tetszik? Bejön? A végén már meguntam, és azt válaszoltam, az összes. Nem, ezeket nem lehet együtt élni egyébként. Nem. Igen. Hát lehet, hogy csak magam miatt különösznek. Mert nekem bejön. Nagyon ilyesmes, Jóci írja. Horgászni voltam, felhívott Elon, kérdezte, hol vagyok. Mondom, horgászom. Erre ő pacskolt meg a vizet. Persze, és rángasd meg a zsinót, hogy a kapás jelzőjelezzen. Igen, cuppogtasd a harcsát. Szólj a ponynak, szólj a bojlisnak. Hívd oda a halőrt. Lőjön a levegőbe. Igen, csapkodd az evezővel a vizet. Úristen, de jó. Egy másik eset, ugyanígy ott írta. Csinálj egy fotót most. Ez milyen jó módszer, erre még nem is gondoltam. Hát, ez ember nem jutott volna, ez tök okos. Küldj el egy fotót most. Ha nem jön a fotó, akkor bukta van. Hát most csinálok. De pacskold meg a vizet, ez nagyon analóg. Ami rajta van. Ez nagyon analóg. Tehát ez nagyon rossz. De most csinálok magamról 25 fotót, aha, és amikor kéri a párom, akkor egyet átküldök belőle. Hát azért ezt kijátszható. És tudod, hogy lesznek egy kis mappák. A rutin, az évek és a szakma szeretete azért nálad is ott van. Eszembe nem jutott volna ezt így megoldani. Fölkapom a kis cilinderet, fogok egy horgászbotot, lemegyek a délegyházi tóba. Dóra, ott vagyok. Ez jó. A fotó nem küldi el, hogy mikor készült? Tehát én küldök neked fotót, nem küldi el? Van ilyen is, tehát hogy van ilyen opció is. Adott esetben
kezedbe, és akkor tudod rajta, hogy 2004 délekázat. Tehát azért kérdezem, hogy ha én küldök neked egy fotót, élek, akkor aha, elküldi a fotó, hogy az a fotó mikor készült el? Látom, ez nagyon csúnya buta. Le lehet. Küldj egy fotót most, hogy elküldöd, nagyon pecázod, hogy ez rajta vagy május 16-2003, tudod, mekkora bukta. Szerintem nem küldi el egyébként. Ha csinálsz egy duplikációt... Márja, beadlak úgy könnyen. Ja, jó, igen. Ha csinálsz egy duplikációt róla, akkor az aznapi dátummal mentél, de nem ez a bukta, hanem hogyha tudja, hogy milyen ruhába mentél el, azért arra elég kicsi az esély, ugyanaz a ruhában rajtad. Jogos, nem tudsz, igen. Hát, tudom, hogy mibe ment el, és küldesz egy olyan fotót, Istenem, hogy ott ülsz csíkos pólóba, akkor beborulták is, öreg. Aha. Ne adjatok további ötleteket a barátnőmnek. Ez a fotó zseniális. Gyerekek, ez a fotó, nekem ez nem jutott volna ezzel. Küldj egy fotót most. Ez igen, ez megnehezik. Küldj egy fotót most. És ne is fotót, mert az már kicsán. Csinálj kis videót. Menj oda arcsám. Csivogasd meg, emeld fel a szákot. Jó, és most emelj fel egy mai újságot. Fogd meg a pontjot. Fogd egy mai blikket, és emeld fel a pontjal együtt. Atyaisten, hát azért nem, sokaknak nem könnyű. Hát van, aki mesélt, hogy GPS alkalmazással kell közlekedjen sajnos, tehát és folyamatos csekk van, hogy tényleg ott van-e. És A-ból B-be annyi idő alatt elére. Hát lehet olyat, hogy követed az én telefonomat. Bizony, tényleg. Tehát, hogy benn van a GPS, és ő nézi, hogy ő hol jár, és pont ő nem szeretné elmondani adásban, mert... De sokan csinálják, ez nem mindig a féltékenységről szól, ugye a két iPhone ugye követi egymást, és tudod, hogy hol van a te párod, hogyha bajban van, vagy nem veszi föl, hol van utoljára. Miatt a cíve, hát drága volt a telefon. Félek, hogy el ne tűnjön a telefon. Sokan csinálják egyébként. Hát jó, csak ez is a bizalmatlanság jelen? Hát azért, hogyha így már megkéred, hogy kapcsolja be feltétlenül azt az alkalmazást, akkor igen. Hogy hol jár, merre hát jár? Igen. Ezt nem lehet ilyen szerelem fogni egy kicsim, csak azért, hogy lássuk mindig egymást, hogy hol vagy, ez már azért ilyen. Hát azért nyomasztó. Fontos nekem, hogy biztonságban legyél. Hagyd tudjam mindig, ez hogy hol a fontos vagy. Dolog, ez jó. Ez a küldj egy fotót, ez gyerekek, ez zseniális. Ez hol vagy? Hiszen már látom. Küldj egy fotót. Már van fotó. Na jól van, hát igen, ilyen SMS-ekre számítottuk, tudtuk, hogy azért sok helyen van baj. Mutatjuk a beugrót, jó, hogy mit kell kitalálni, ha szeretnétek velünk hármas ugrás játszani, figyeljetek! Hát ez azért... Hát ez könnyű, kettő darab dalcím, kettő darab előadó. Frissesült illata van. Így van. Mutatjuk még egyszer! Itt sem, nem ismertem fel. Na... Írjátok meg, mit hallottunk, jó? Kettő darab dalcím, vagy kettő darab előadó, ez az, amit várunk. Ha szeretnétek háromos ugrást játszani, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, köveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Egy jó kis Bud Spencer, Terence Hill film. Zene egy klasszikus, ugye? Hát, igen. A kincs, ami nincs, ugye? A film címe, nincs ember, aki ne látta volna legalább 4000-szer. Anulut és Bud Spencer, van Terence Hill, amit megérkeznek arra a bizonyos szigetre, és hát tudjuk, hogy csak a pufinek várathat. Ugye, erőt és mindent legyőző akaratot? Vagy, igen. Hogy szólt? Igen. Ugye, valahogy így szólt, hogy igen, adhat neked erőt és mindent legyőző akaratot. Bud Spencer emlékére így van, Szandra is bemondta, hogy szegény Bud Spencer 83-84 évesen, nem tudom pontosan, meghalt, de hát hosszú és boldog élete volt a családja körében, történt a dolog, és sajátok nem volt hosszantartó betegség, nem volt fájdalom, nem szenvedett sokat, úgyhogy szerettük őt, szerettük. Rengeteg szeretetet adott, és rengeteg szeretetet kapott. Típusan az a típus volt, akire egyszerűen rosszat nem lehetett mondani az ember, semmi más nem tudtál iránta táplálni, csak olyan kellemes, pozitív érzelmeket, hogy legszívesen megölelted volna, oda mentél volna mindenkinek. Tehát az egész ember, ez maga volt, egy ilyen endorfin bomba volt az egész. Igen. Meg ők ketten, de Terence Hill is, tehát ők ketten nagyon egymásra találtak, igen. Na, azt mondja, hogy igen, az ország olasz nagybácsia volt, azt írja egy hallgató, mint egy családtagunk halt volna meg. Nézem, hogy milyen közlekedési híreink vannak. Az M1-esen a 71-es kilométernél már nincs torlódás, ellenben a 27-estől a 24-esig arra szól a forgalom Budapest felé. Ráadásul úgy, hogy vigyázzon mindenki. Dunaújváros tűzoltóság elé most állítják ki a három lábot, ott is menjetek egy picit lassabban, M3-ason befelé. Jól lehet haladni, minden rendben van, és a Kőbányai úton is most készülnek fotózni. Vigyázzon mindenki. Jaj. Pilis Csaba 26-os kilométernél Esztergom irányába fotó, nem tudom, hogy mondtam-e, Árpád hídon Budára
három autó összement, ott van egy kis torlódás, és a külső Szilágyi és az Óceán Árok utcánál szintén hárman összementek, úgyhogy ott is dugóra kell számítani. Na, kitaláltad már? Mit? Hát, hogy mi legyen? Te mi is krumpli? Ja, hogy mit kérek? Igen. Kedves néni, aranyos bácsi. Ma reggel, talán vannak néhányan, akik nem aludtak, hogy én pénzt kértem kölcsön tegnap egy házaspártól, mert megszorultam picit ott a Millenáris környékén egy zárt parkolóba, kültéri parkolóba, ami nem órás, tehát többen írták, hogy miért nem indítottam óráról, ott nem tudott, tehát ott sorompós, bedobós rendszer van, és egy idős házaspár. Vagy szólítottam egy, le az utcán, hogy... Vagy egy fényfűrészt, hogy esetleg tudnám. Álljanak meg 1000 forinttal, de fölírtam a címet, úgyhogy ma megyek. És az János folyamatosan. Így van, ma újra kölcsön kértem, és most Feri ezresével megyek, törlesztem a házaspár ezresét, és Jánossal felvetettük, hogy ha már arra megyek, milyen jó lenne a főzni. Hát én már szinte érzem a friss Varga Bélesnek az illatát, ami ott fog sülni, amikor mész. Jó lesz, amikor viszed vissza az 1000+ uzsorakamat. 1600. És megkérdezted, hogy egész nap otthon vannak? Megkérdeztem, hogy egész nap otthon vannak, és mondták, hogy menjek nyugodtan. Úgyhogy most átszelek a városon, és megyek a másik. Remélem, hogy a rokkokat is összetrombitálják. Jön a Balázs, jön a karácsonykor, várnak. De Jézus, hogy eszik, de jó íz. De most gyertek, meglepetés lesz nálunk. Csak üljetek. Csak lesütnek egy jó. A Gulyás és Sebestyén Balázs. Csak lesütnek egy jó egyes pitét, ha érkezem, nem? Hát most valami csak lesz. Nem, ne legyen benne. Ne, nem, valami sem olyan van. Valami kis házikosznak én mindig örülök. Na, kedv van, ugye ez pedig egyet jelent, megjött hozzánk, ami Juli. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Balázs, te lelkes, te konfetti ágyú srác, te. Ezt miért kapom? Megjött a mi Juli. Ja, ma ilyen vagyok, de ma mindenkinek ennyit adok magamból. Tehát, hogy ma egy picit ilyen vagyok. De ez nem csak te érdemled, meg ezt kapta Jani, a Feri, Zsű, tehát ma mindenki, a hallgatók is. Ma egy ilyen, ma 70 fokon égek. Most nincs 100%, 70 fok, takaréklángom van. Balázs, mi van a medencétekkel? Mivel? A medence projekttel. Melyikkel? Mert többet építünk egyszerre. Egyszerre. Egy beltérít, egy kültérít, egy emelet. Hát meg a fűthetőt azért mondd el. A fűthetőt, hát a beltérít, a forró vízeset, és most illetve furtunk és rájöttünk, hogy egy patak is ott megy át. Egy föltört egy gejzír, úgyhogy azt is. Tőlem már kérdezte, hogy az aranyozást el tudom-e intézni, az már megvan, persze. A halastorul, hogy nem beszélve. De tényleg lesz belőle valami? Mert időben sokat beszéltél arról, hogy szeretnétek valamit a kertbe. Hát fölfújhatott, meg és is hogy a csinálták. Viki nagyon furta. A medencét megfurta? Ott folyt el a víz, nem tudod én erről. Az iskoláját, akkor ez is folyt el. Szerettek volna nagyon. Végre csatorná. Igen. Most végre, hogy tudtunk lekötni. Csak azért kérdezem, mert most vettünk egy ilyen rendes felfújható nagy medencét. Nem azt a kis lábáztatóst, hanem azt a 3,6 méter széles és majdnem 1 méter magas. Srácok, meg vagyunk egész nyára. Csak nagyon vigyázzál, mert tudod, az a para, hogy a gyerekbe megy, fejre áll benne. Mit áll fejre? Nem egy ilyet hallok. Hogy még úszó gyerekek is elfelejtik hirtelen, és fejre állnak, és ugye nem tud, tehát hirtelen nem löki át magát. Balázs 9 éves és 8 éves gyerek. Jó, hát csak mondom, hogy ha áthívtok gyerekeket, vagy valami, tehát hogy veszélyes. Az ez a minden medence veszélyes, ahol víz van nyilván, egy kertitóba is bele. Hogy áll fejre, hogy nem tud átbillenni. Vannak olyan gyerekek, akik úgy mennek be, hogy ugye bemennek, és beleáll fej, és fejen áll, és ugye hirtelen megáll a medence szélén, tartja a lábát a medence fal, nem egy ilyen esetet hallani, és ugye nem tud hirtelen megijedni. Sőt, átlökni magát, tudod, és akkor fölegyenesedne, fejjel felé belefulladt. Tehát csak óvatosan. Most ezzel megöltem a bulit? De ott leszúrták a gyereket a hajába. Nem, ők nem annyira okos gyerekek. Arra úgy érted, hogy fennakad a lába, és nem tudja tovább húzni. Vizes vagyok! Nem, ez nem az okosságon múlik egyébként. Nem, ez nem az, hogy semmi köze az okossághoz. Egy méteres vízbe. Vannak olyan gyerekek, akik vízbiztosak, de például beesnek egy medencébe, akkor még azt is elfejtik, hogy leér a lábuk. Ezt meg kimutatták. Tehát, hogy úszó gyerekek tudnak úgy belefulladni a vízbe, hogy hirtelen soktól, hogyha beesik, mondjuk beesik egy 1,40-es gyerek egy 1 méteres vízbe, vagy egy 1,20-as vízbe, annyira megijed, hogy nem teszi le a lábát. Csak lent van a feje, rettenetesen megijed, és elfelejti, hogy leér a lába. És bele tudnak így fulladni gyerekek. Hát csak óvatosan. A miénkben nem lehet beleesni, mert beesik. Most nem akartam nagyon így megölni a bulit, csak mondom. Terjeszkedik. Na miért, szóval megvagytok nyára. Hú, valami vidáman. Nagyon jó. Éjjel, Juli. Ez a tetyós. Tetyós kis ilyen kis... Aha, igen. Aminek csak a peremét fújott fel, ugye? A peremét, az igen. A nekünk már volt korábban, az mondjuk fele ekkora volt, és most vettünk egy ilyen óriásit. 6 köbméter vizet kell beleönteni.
számomra ez óriási pazarlás egyébként. És nem azért sziszegek, mert nem a vízszámla miatt sziszegek, hanem azt érzem, mert hogy ez pazarlás. Mert alacsony szomszéd kerítéssel hát lehet hozni a slangot. és teletöltöttük vízzel, beleöntöttem egy rakás hipót. Te hipózod a medencet. Egyre szűrásabb ez a sztori. Én így is úgy érzem, hogy teljesen só. Igen, hipó és só. Igen, van egy ilyen. De konyhasó. Tehát nem csak attól kell félni, hogy fejreáll a gyerek benne, hanem kifejlesztős, hanem konkrétan igen. Vagy hogy beérje a hipós. De azt is benne, amikor nincs benne a gyerek, az egy hipós. Figyelj, hipó biztos, hogy hipó. Tehát az hipó. Ezt mondta valaki? Igen, mert van klortabletta, meg sokkalintó tabletta, de a hipóban nem vagyok biztos. Persze, meg van algaülő is, azt is öntöttem bele, meg tablettázom. A gyerekeknek az is van. Vírja a gyerek a vegyszert, piros a szeme? Kicsit, a végére, de akkor már egészen itt benne úszom. Igen, nyúszikám gyereki. Figyelj, nincsen erősebb szaga, mint hogyha elmegyek mondjuk a strandra, és megérzem a medence illatát. Ha. Tehát, nincsen, tehát nem az van, hogy bemegy a gyerek, és csípi a bőrét vagy a szemét. Tehát egész nap bent van a medencébe, és estére kipirosodik a szemet. Tehát, hogy szerintem nem klóroztam túl, vagy nem hipóztam túl. Hát a fene se tudja, nem tudom. Mi mesek az ennek, hogy megvagytok, tehát elfoglalja magát a gyerek. Nagy kerti parti, jöttek gyerekek, teleugrálták, úgyhogy most le kell az egészet ereszteni. Úgy néz ki, hogy nem fogjuk tudni megmenteni, tölthetjük újra. Valaki belerottyantod? Na, már megint. De csak a 12 gyerek kibeugrál. Apu, nagyon kell, nem vagyunk otthon kicsi, ami engedben nyugodtan. Júliéknál vagyunk nyugodtan. Volna meg, hogy legalább csak egyszer. Józsi, nem hiszem, hogy megint beletojtál, mert nem szépen rohadt élet, de szájbák ki, hogy már gyerekek is ültenek. Ráadásul, milyen halmazállapot? A múltkor egyszerűen kihasználtuk, de most... Akkor leengedett, kitakarított, visszaengedett? Igen. Van vele, van vele mulatság. Nem, 3-6. Ja, bocs. Ja, az előzőben gondoltam. Hova engeded ilyenkor a 6 köbméter vizet? A kertbe. Hogy szeretnek a szomszédot? Szelepe, és akkor azt úgy ki lehet így ereszteni. Uh-huh. És akkor folyik. És akkor eláztatja a kertet, és egy idő után felszívja a kert. Ez jó. Egy idő után. Hát, elszívja. Most egy felbetonoztunk. Leengedsz még egy 50 köbméteres medencét, azért akkor nem szeretnek az utcába, de 4-5 köbmétert azért így elszívja a föld, az nem olyan vészes. És éjszaka van alternatív felhasználás? Nem. Kettőtök nincs? Nincs. Hát a Miró mondta, hogy ha hajnalban hazaér, és nagyon fáradt, és nagyon kimelegedett egész nap, akkor bele fog dőlni. De ő inkább az ágyba dől, úgyhogy nem. Eddig még nem használtuk. Hát jobban jársz. Jó, szóval mindenkinek ajánlom, medence, ez tök jó. Képzeljétek el egyébként, az elmúlt héten voltam egy tök jó programon. Csak nem megint ellátogattál valahova. Végre. Ritkán szoktál elmenni fura rendezvényekre. Nem, ez nem, egyáltalán nem volt fura rendezvény. Múlt hét csütörtökön voltam, illetve hát abból a szempontból fura meg rendhagyó, mert először voltam ilyen, és egyébként Magyarországon ennek azt hiszem, hogy még nem nagyon voltak hagyományai, Amerikában csinálnak ilyet. Magyarországon most jelent meg. Munkaidő előtti parti. Voltatok ti már ilyenen? Nem, azt sem tudom, mi ez. Azt jelenti, hogy reggel 6-tól 10-ig, munkaidő előtt elmehetsz egy helyre, egyébként Andrássy úton van egy szuper szenzációs tetőterasz, belátod egész Budapestet, fölmész, kapsz egy szuper jó reggelit, jogázhatsz, szól a zene, van egy tök jó DJ, üldögélsz ott. A szervezők azért csinálták, mert azt mondják, hogy a reggeli... De tök jó, hát ne hülyeskedj. Ez nagyon beteg. Hogy azt mondták, hogy a reggel az ugye egy neuralgikus pont mindenkinek, nehezen kelsz, rosszul indul a napod, de hogy miért ne érhetne téged valami markáns impulzus? Markáns jó, nyilván. Markáns a jó, igen. És akkor mi elmennénk például 4-től 5-ig, markáns jót tapasztalni? Nem, ti nem mentek el sehova, mert ez pont abban az időintervallumban van, amikor a morning show van. Na jó, de mi szeretnénk a mi munkaidőnk előtt, tehát 6 előtt egy markáns jót tapasztalni. Akkor csinálnánk egy ilyet 4-től? Hát akár. Miért ne? Aha. Mi történik ezen? Hogy mit csinálsz? Emsz reggelizel? Elmész reggelizel, kétféle reggeli közül választhatsz. Van édes, van sós, van egy jogaoktató. Igen, jogázni lehet, igen. De nagy buli. A Sugar Berci tartja egyébként ezeket a jogokat. Nem, Sugar Berci. Nagyon jó formában lévő Sugar Berci. Nem, nagyon jó órákat tart. Sugar Berci. Süt a nap, melengeti a hátadat. Reggelizel. Nem. És közben van egy DJ, aki egy baromi jó zenét kever. Kicsit olyan az egész, mint hogyha elmentél volna nyaralni, és kijönnél így a tengerpartra, és azzal annyi a hátulütője, hogy mondjuk 8-kor fölállsz az asztaltól, és mész bedolgozni. Mert ez... Tök jó ötlet szerintem. És tudjátok, tök érdekes volt, ahogy ott üldögéltem, és így merengette a hátamat a nap. És a Berci. És Berci is szólt. És néztem ott a...
És néztem ott a jogázó embereket, és iszogattam a Zeller levelemet. Iszogattam a Zeller. Igen. Rákcsáltam a búzapiremet, ettem egy kis szénát. Elfogyott a limonádé. És egy ilyen nagyon jó leső érzés öntött el. És így azon gondolkodtam, de közben hogy meg egy kicsit ilyen... Hogy a férjed ott hol alsz? Ez egy ilyen keserédes érzés volt. A férjed, tudod? Nem, a férjed, ebben az időszakban egyébként pont a férjem volt otthon a gyerekekkel, és hogy az volt a fura az egészben, hogy azon gondolkodtam, hogy a házasságom előtt, mikor még lány voltam, hogy napi szinten értek engem ilyen jellegű impulzusok. Hogy új emberekkel találkoztam, Berci. Új helyeken voltam. Nem, hogy valami, hogy volt idő arra, hogy üljek és kicsit bambuljak ki a fejemből, hogy naposztassam az arcomat. És hogy olyan bosszantó, és nyilván tök érdekes veletek erről beszélgetni, mert hogy mind a hárman találtok magatoknak időt arra, hogy valahogy leeresztetek, vagy valami olyasmit csináljatok, ami a ti boldogságotokat, feltöltődéseket szolgálja. És azt gondolom, hogy egyébként a nőknek ezt az időt megtalálni baromi nehéz, sokkal nehezebb, mint a férfiaknak. Javítsatok ki, ha nem így van. Nem így van. Nem így van? Nem. Feri kijavított. Hát szerintem nem. Én ugyanúgy foglalkozom, hogy én gyerekkel csinálok otthon háztartásban, melózom is, hát szerintem ugyanannyi esélyünk van, nem? Hát vagy, szerintem meg nem. De miért te többet dolgozol, mint a férj? Nem is a többet dolgozom, de hogy egy nő figyelembe veszi, vagy folyamatosan azt tartja szem előtt, hogy a családnak mi a jó, hogy a háztartásnak mi a jó, hogy a munkahelynek mi a jó, hogy kit hogyan menedzsel, hogy kit hova visz, hogy logisztikázik, és ennek az egész sornak a végén ott állok én. Uh-huh. És hogy már mindenkit szeretek, meg mindenkit magam elé helyezek, és a sor hát akkor vagy te vagy, aki rosszul választottál, vagy én vagyok, aki hülye. Ez a kettő lehet. Én a másodikat tippelek. Olyan csak én. Én adom a másodikat. Van opció. Én adom a másodikat, a Jani mindkettő. Mindkettő zsűlte, akkor menjen Júlián. Igen, gondolsz, Feri, néha nehezen követem az érvelésedet. Arra gondolok, hogy akkor Julinak nem segít otthon a férje, hogy nincs annyi ideje. A, B, vagy én vagyok a hülye, aki viszont mondjuk segítek, átvállalom a gyereket, de azért van magamra időm, de hagyok a békának is időt, mint hogy te is el tudsz menni teniszezni, de hogyha a Viki el szeretne menni valahova, akkor te azt mondod, hogy én vagyok otthon a két gyerekkel. Érted? Ez csak egy... Értem, igen. Eszembe jutott, hogy az élő, mint olyan, annyira... Érdekes, amit mondasz, igen. Csak az, ennek kapcsán úgy eszembe jutott, hogy az én idő az annyira eltűnt az életemből, és hogy az annyira bosszantó, hogy nem csinálok semmi olyasmit, ami tulajdonképpen a saját... kedvemre való, hogy egyre kevésbé vannak olyan pillanatok az életemben, amikor akár kimegyek sétálni, amikor van 20 perc, vagy fél óra, vagy egy óra arra, hogy lelkiismeret furdalás nélkül csináljak valami olyasmit, ami nekem kedves. De szerintem ez nem párkapcsolat függő, tehát szerintem azért nincs igaz a Ferinek, mert ez nem a párodtól függ. Tehát ezt neked kell fejben eldönteni. Tehát neked lehet a világ legjobb párod, és szerintem az, amit te mondasz, azt pont te is azt mondod, hogy nem párkapcsolat függő a dolog, mert hogy nem, ez nem arról szól, hogy a te párod nem figyel eléggé oda rád, és nem vesz le egy csomó mindent a válladról, hanem te vagy annyira lelkiismeretes, még ezt megoldom, még ezt megveszem, még a gyereknek előkészítem, és sorolod magad egyre hátrébb. És lehetsz te a világ legjobb férjével, aki mindent megtesz, ha te nem döntöd el, hogy adsz magadnak időt, akkor mindig hátra sorolod magad, mert mindig van, ami fontosabb. Nem ezt akarod mondani? Igen. Tehát ez inkább a nők önön hibájuknak róható fel sem, mint a párjuknak. Ezt nektek kéne fejben eldönteni. Igenis, naponta fél órát szánok magamra, ha törik, ha szakad. Meg ez nem a párodon hogy múlik, szerintem. Hogy ellustultam. Elkényelmesedtem. Hát az még csak rajtad múlik. Nem, ez az. És tudod, milyen érdekes, hogy csomószor úgy kelek föl reggel, hogy már úgy kelek ki az ágyból, hogy azt tervezem, hogy este mikor fogok lefeküdni. Nekem is az a napom legboldogabb pontja. De ha felkelj, és utána lefekvés várom. De basszus, milyen élet az? Ez a B oldal sajátossága. A napom legboldogabb pontja mindig a lefekvés. Hogy az alvástól alvásig élek. Most a mit ér felünkre tévedtél? Ez van a B oldalon? Akkor nem akarok átkerülni a B oldalra. Még az A oldalt akarok marcolni. Felvárom, felkelek és alig várom, hogy lefekessek. Nem jó, hát így nem jó ketyegni, ez egy verkli, hát ez egy beszürkülés. Azon filóztam, hogy lehet, hogy azért vannak ilyen gondolataim, mert kezdek megérni attól, hogy öregszem. Nem, Júli, ez egy totálisan egzisztenciális válság, amiben vagyunk, mi szerintem. De ezt most komolyan mondom, tehát amikor ez mindenkit elér. Ez szerintem egy korunk beli sajátosság. Amikor van egy munkahelyed, ahol elvégzed jól a munkádat, van két szép gyereked, akik szépen nőnek, van egy férjed, akit szeretsz,
És akkor az ember egyre többször kérdezi ezt meg magát, hogy oké, de mi van még? Vagy mi jön még? Vagy mit találok még, ami érdekel? Vagy miben fogok megújulni? Hogy fog megújulni? Ez egy korbeli sajátosság. Ezen átmész. És akkor ilyenkor kezdenek az emberek önmaguk felé fordulva, ki triatlont lefutni, ki nem tudom mit csinálni, ki maratonozni. Ekkor jön be a képbe, Berci, az Ellerli. Érted? Tehát ezen én is nagyon sokat gondolkozom. A fiúk kevésbé, mert lelkileg nem annyira mélyek, de én tökre értem, hogy mi egy kicsit cizelláltabban gondolkodunk túl, és ezért szeretem a te rovatodat, mert lehet veled énekről beszélgetni. Ez egy 40-es egzisztenciális válságos kérdés, amiben vagyunk. Ez a korosztály, ez ezen gondolkodik. Megvan nagyjából minden, de mi van még, ami ezek után ad majd valami pluszt, ami felpörget, ami új, ami kicsit más, és persze nem az, hogy elhagyd a gyerekedet, meg a férjedet, meg kilépi, meg új kapcsolat, hanem hogy találd meg újra önmagad, amivel adsz még plusz 20 évet úgy az életednek, hogy bejön egy olyan lendület, ami éltet, motivál, hajt, pörget, és úgy érzed, hogy megint szól valamiről az életed. Balázs. Igen. Ennyi gyerekek, hát ennyi, hát ezért mondom, hogy higgyétek el, hogy velem kell beszélgetni. Tehát, hogy gyere hozzám, Gyuri, mert itt ülök ezzel a két sárral, ezeket nem értik. Nem értik. A boldogség szent háromsággal lángos bula pokolgé. Ez csöcsök, várak, csokoládé, kolbász, malac, nem tudom. De nézd rá a Ferire, aki elkezdett. De mindig mondom, hogy boldogok a lelki szegények. De nézzük a Ferit. A Biblia legfontosabb mondás. Ez egy nagy már fontos tudjuk mondat, azt értékelni, amink van. Nem így van. Érted? A kis kis nem, nem, van. Nem az értékelni. Nem. Egy kolbász levágása nem. A kamrába, egy csöcs nem. A váron. A legfontosabb mondat, hogy boldogok a lelki szegények, és ez egy nagyon fontos mondat, és boldog ez a két fiú, mert lelki szegény. Azok. Tudod, mi? Nem, hogy ez sütti. Hogy én imádom ezt a műsort egyébként, mert egy kicsit addig pörgeti a kis imamalmát, meg mondja a mantrát, hogy a végén már el is hiszi, hogy nem egyébként imam. Milyenek vagyunk. Nem, elmondom miért. Miért ezért boldogok? Néznek hülyének, mindenhol jönnek az országba, és olyanokat mondanak nekem, amiket nem értek, hogy miért mondják. De aztán rájövök, hogy hát azért, mert ezt hallják a Balázstól. Ha túl gondolkozol, ha túl sokat emészted magad, akkor azért boldogabb az, aki nem gondolkozik, mert effektíve él, fel kell csinálja, kevesebbet gondolkodik, kevesebbet önmarcangolja magát. Önmarcangolás mindig... Nincs önmarcangolni magamat. Hát most mit igen, az öngond, a marca, nem a marcangolás, jó értem, hogy a gondolkozol, a vajudás, a hogyan tovább, mert az azokra jellemző, akik egy kicsit ezt a lelkiséget mélyebben megélik. Szerintem ezt egyébként mindenki megélik. Ez nem az, ennek semmi köze az elfogadás. Ennek nincs köze az elfogadáshoz, hogy megelégszem azzal, ahogy... Mert én nem azon gondolkozom a Julival, hogy mi kellene még, mert elégedetlen vagyok. Ez nem az elégedetlenségről szól. A Júli elmondja, hogy van két szép gyereke, szereti a férjét, elégedett a munkával. Ezt a gondolkodás nem az elégedetlenség generálja. Tehát ez nem erről szól. Mélyebbre nem megyek, mert nem érted. Ez a fajta gondolkodás, ez nem arról szól, hogy Balázs és Júli elégedetlen, ezért mindig azon gondolkozik, hogy mennyi, kéne egy nagyobb autó, nagyobb, mert ez nem ilyen fajta gondolkodás, hanem megtalálni még valamit, nagyon elégedett vagyok a mostani életemben, de találjunk még valamit, ami pörget, ami éltet, ami motivál a következő 20 évre. Ez nem azt jelenti, hogy mi elégedetlenek vagyunk. Jó. Csak gondolkodunk. Érted? Nem magam. Én azt gondolom egyébként, amire mondtál, hogy boldogok a lelki szegények. Nem, neked magyarázom. Szerintem ez a fajta igény mindenkiben ott van, csak akkor, amikor 70 nincs évesen ott, nem, amikor lecsücsülsz és visszatekintesz az életedre. Hogyan lenne már megottan? Én hazamegyek, szója pörkünk, nokinlibe, kovászos uborkabam van. Ennyi. Csöcsök, vár a kóbász velence. Ennyi, de körülbelül. De hogy ez nekik a jobb. Anya. Nálunk így mennek a dolgok, tudod. Nekik a jobb, Juli. Mindig nekik a jobb. Ez szerintem egy nehezebb létezés. Az örök állandó gondolkodás és örök állandó agy az agyban. Nem érzed, hogy azt tényleg mindig elfáradsz a gondolkodástól? Én azért annyit nem gondolkodom, mint te. Ja? Hát azért. Jó, olyan sokat én se azért. De értem, tökre értem, hogy mit mondasz. Most azt érzem, hogy kell valami új dolog az életemben, és szerintem el fogok kezdeni valamit tanulni, vagy valami új sportot elkezdeni. Nem, valami új, valami, ami... Mi is most például könyveket vettünk otthonra, hogy ne legyenek ülések a polcok. Hogy ne billigen az asztalé, meg azért. De egyébként a fejlődési szakaszokban ez így van. Tehát, hogy ha elolvasod azt, hogy miről szól az emberi lét, az pont a 40-45 éves korra éri el oda, hogy elindul a spirituális út felé fordulás. Tehát addigra jutsz el oda, hogy megvan a gyerek, megvan a család, nagyjából elérted azt, amit neked a teremtő
ben meg kellett teremteni, és 40-45 évesen kezdhetsz el, mert már van időd egyre jobban megérteni a válaszokat a miértre, a hogyanokra, az önmagadban felmerülő kérdésekre a válaszokat megtalálni. Hát most jöhetek újra én. Tehát jössz te most. Most újra kezdődhet egy új ciklus. Azt érzem, hogy most újra indíthatjuk. Így van, de tökre így van. Feri, ne nézzél már rám, ilyen cinikus mosolyan. Nem, Júli, így van. Tehát egy év után rájöttél, hogy a párod mellett nem élhetsz úgy, ahogy valójában szeretnél, ezért elindultál a spirituális vonal irányába. Látod, megint miről beszél? A dugásról. Tehát, hogy ennyire egyszerű. Most kimondtad, a pároddal nem élhetsz úgy. Nem, a pároddal nem élhetsz úgy. Hát ennek most semmi köze a párkapcsolathoz. Nem. Nincs köze. Ez én beszél. Vagyok, ez az én életem, és azt érzem, hogy van egy csodálatos családom, van két gyönyörű gyerekem, semmiért sem adnám őket, de azt érzem, és hogy kellene olyan... hiányérzeted. Igen. Hogy új impulzusok kellene, hogy valami kell, hogy... beszélgetni. Kell, hogy történjen. mert hogy eltűntem ebben a rendszerben, és az nem lehet, hogy ez a verkli, ez így menjen tovább a következő 30 évben, mert 30 év múlva megkeseredetten fogok csücsülni egy idősek otthonában. Én pont a Gesztivel dumáltam erre, egy órát dumáltam vele erről tegnap. Pont ugyanez volt a témánk. Támasztottunk egy bárpultot este egy rendezvényen, és egy órán keresztül erről beszéltünk, hogy a mi korosztályunkban most jött el az a 40-43-45, most jött egy kicsit geszti idősebb, 52, hogy na most kell megtalálni önmagad. Ez egy nagyon nehéz feladat, hogy jössz úgy vissza, és hogy hozod magad vissza a saját életedbe, és hogy költözöl vissza a saját életedbe úgy, hogy újra találj valamilyen kihívást, érted? Ez a legnehezebb, de most már ez jó. És ő beduratja a repülőket, meg újra forgatni kezded a Balázsot. Igen, ezért ő egy dupla arénába döntött a repülők mellett, én meg kiadom a szigorúan bizalmas kettőt. Nem, szerintem ezek fontos kérdések, ezekre nehéz megtalálni a igen, választ. Igen, és csomóan ugye azt mondják, hogy ez a fajta, amikor így csinálsz valamit, akkor az azt jelenti, hogy amit eddig csináltál, az nem jó, vagy nem vagy vele elégedett, és menekülsz. Pedig szerintem ez nem menekülés, ez egész egyszerűen arról van szó, hogy ahhoz, hogy egy boldog és elégedett életet élj, ahhoz újra és újra meg kell újulni. Meg kell újulni, illetve a férfi és a női ciklus is úgy osztják föl, nem tudom most pontosan évszámilag jól mondom, hogy 20-25 az ugye a párkapcsolat, stb. 28-tól, mit tudom, 35-38-ig a család, a gyerek, az anyaszerep, az apaszerep, és a 40-42 után indul el az a fajta visszafordulás, vagy 45 után, nyilván nem mindenkinek, amikor újra már ugye megélted az apaszerepet, az anyaszerepet, a szülői szerepet, és elkezdesz szépen visszatalálni önmagadhoz. És te most értél el ebbe a korba. Ott van a Jani, ott van a Feri, ott vagyunk mi, tehát ez a 70, 73-as, 75-ös, nem tudom, plusz-minusz 4-5 éven generáció, ez itt tart most. Tehát ezek tök jogos kérdések. Köszi, hogy egy kalap alá vettél, menjek vele. Jó, hát most nem. Lehet azért. De tényleg így van. De én is mellek titeket, benneteket ez annyira nem foglalkoztat. Dehogy nem fog. Nem, de attól, hogy őket... Figyelj, nézd rá a Ferire. A Feri egy tök kiegyensúlyozott boldog ember. Mert Ferit az ilyen típusú kérdések szerintem most mondta meg a főnök. Kóbász jó időben. Csöcsök, várak, torták. Mi a fenének? Mi vagyunk, mi járunk rosszabbul? Mi az Istennek gondolkodik az ember? Én nagyon irigylem a Janinak ezt a fajta, például a vár szenvedélyét. Tehát ugye, hogy a Janinak megvan az a három olyan kattanása, akár a falmászás, aki mindenki ezért nem ért semmihez, én azt gondolom. Tehát, hogy egy idő után ezeknek rá kell jönni arra, hogy az élet kevés ahhoz, hogy ezerfele érdeklődjön, ezerfele menjen szét a figyelme, meg az energiái. Én két-három dolog mellett letettem a voksomat, azt gondolom, hogy valamilyen szinten vagyok bennük. Érted? Jártas vagyok bennük, vagy kompetens, fogalmazunk inkább így. És ez jó. Nagyon egy irodalmi történész hölgytől hallottam egyszer, egy interjúban, hogy azt mondta, hogy a koránál fogva nekem meg kell válogatnia azt, hogy mit olvas el. Fontossági sorrendet kell felállítania, mert mindenre nem lesz se ideje, se energiája, de olvasnia, tanulnia kell. De azt mondja, hogy ezt nem, ezt igen, ezt nem, ezt igen. És az embernek egy idő után már gondolnia kell. Hát most már én ugyanígy válogatom egyébként az embereket is, akik körülöttem vannak. Hát ki az a sugárt, Berci. Nem, elejézzük, forgasd ki. De hogy mire fordítok Berci időt, sugár. Energiát? Azelőtt azt gondoltam, hogy mindenkire időt, energiát kell fordítsak, és úgy illik. És most már azt érzem, hogy felesleges. Nem. Már nem. Akire már nem érzem azt, hogy adna is energiát, nem csak elvesz. Nem ismerősök ellenek barátok. Már... Ha kevés van, az tök mindegy. Minőség számít, nem a mennyiség. Most kell találni valamit, ami érdekel, egy sportot, egy tanulást, egy tanfolyamot, valamit, ami kicsit kihúz ebből. Úgyhogy most
életközi válságban. Jóga Bercivel, tessék? Ez abszolút az. Egyébként ez abszolút az. És ez független anyagi helyzettől, ez független egzisztenciától, tehát hogy ez egy korkép, amin mindannyian ebben a úgymond középkorban, idézősen középkorban nyilván, de hát ha mondjuk egy férfi átlag életkor Magyarországa 62 év, akkor mi erősen középkorban vagyunk egyébként, nagy baj van. Nyugdíjkorhatár 70? Hát ez egy, nem tudom. Nem tudjuk, az arra ne folyamatosan változik. Azt ne várd, az addigra már nem lesz. A férjem mesélte valamelyik nap a kocsiban, hogy az egyik haverjának az ismerősét most küldték el továbbképzésre. 50 akárhány évesen. És azt mondom, hogy atya úristen. És közben meg ha rájössz, hogy a következő 20 évet még valamivel ki kell, hogy töltse. Tehát, hogy tök indokolt az, hogy ő még valami mást megtanuljon, mert az a tudás, amit eddig tudott vagy csinált, az már nem versenyképes. Következő 20 évre meg kell tanulnia valami új dolgot, amiből meg tud élni. Igen, nem biztos, nem tud biztató, hogyha belegondolok, hogy az én nyugdíjmat Pamp Gabó fogja megtermelni. Igen. Igen, ez nem egy is ugyanaz a férfiaknál fellépő kapuzárási pánika, de nagyon hasonló. De hát ezt kétféleképpen lehet fölfogni. Ezt föl lehet fogni, hogy úristen, most mi lesz már, úgy nagyjából minden megvan, mi a fene jön még, vagy azt mondta, hogy oké, ez a korszak lezárult, jön egy új, na akkor nézzük, hogy mit tartogat még az élet, és akkor ebbe úgy fejest ugrasz. Hát, egy kicsit kimozogva a komfortzónádból, mert szerintem baromi fontos, hogy olyan helyzeteket, szituációkat keresel, ami nagyon kimozgat, mert akkor érzed igazán, hogy élsz. Az, az, az. Szerintem ezeket a pillanatokat kell keresni. Ugrom fejest egyébként ezekbe a fajta ismeretlen szituációkba, azt tudjátok rólam. Meg a méteres tecsós. Meg a méteres tecsós. Oké, most keresem. Szerintem ott tudod, hogy jó helyen vagy-e, amikor ugye nem ilyen sablonosan válaszolsz, meg teszed a dolgod, meg csinálod a gyereknek, meg küldöd az iskolába, hanem minden idegszálladdal, minden pillanatban azt érzed, hogy na most élsz, na most nagyon ott vagy. Hát, na most ez egy olyan élethelyzet, hogy most itt akarok lenni, itt vagyok, most élek igazán. Ezeket a pillanatokat kell elkezdeni hajszolni. És ezért rettentő ijesztő, hogy azt érzem, hogy az elmúlt néhány évben nem így élek. Tehát, hogy történnek velem az események, hát egyik napról a másikra. Folyik, megy a verkli, reggel fölkelek, viszem a gyereket, hozom haza, jaj, már menni kicsit kell. Kicsit olyan, mintha nézője lennél, igen. És így sem, tehát, hogy elfolyik mellettem az élet, és ezért kezdek, belenézek a tükörbe, és azt látom, hogy nem úgy néz ki, mint 10-15 évvel ezelőtt, hogy kezdek őszülni, és egyébként semmi gondom nincsen azzal, hogy ez a burok így, hogy is mondjam, egy idő után tönkre megy, mert hogy ez a dolga, de közben meg azt érzem, hogy még egy csomó mindent kellene csináljak, és még egy csomó mindent még szeretnék látni, és meg szeretnék tapasztalni, de közben meg nem, csak így elfolynak a napok, a hetek, a hónapok és az évek. És nincsenek nagy amplitudók. És ez engem baromira frusztrál. Na mindegy, szóval most azt érzem, hogy valamit szeretnék csinálni. Mondjuk ez a rovat adott egy-két olyan pillanat. Igen, egyébként. Ez a rovat az elmúlt egy évben kimozgatott. Hál' Isten, de tök jó. Tök fura egyébként ezt az én számból hallani, mert hogy egyébként az, aki nyilván a gyártósor mellett áll, és 2000 ugyanazt az alkatrészt teszi a 12 órában a helyére, az egészen más, azokat egészen más ingerek kérik, mint mondjuk engem. Én egy izgalmas életet élek hozzájuk képes, de közben meg... Hát más, azt érzem, hogy most kell valami új lendület, valami új impulzus, mert hogy ha ez így megy tovább a következő 20-30 évben. Ilyenkor szoktad tudod elmenni, kiszakadni a családból, 2 hét, 3 hét, megbeszélni férjel, feleséggel, hogy na most akkor fogok egy hátizsákot, és például elmegyek. Tudod, ilyenkor jönnek ezek a nagy utak, túrák, zarándok utak. Egy ilyen nagyon nagy. Na, a klasszik El Camino az egy ilyen történet. Nem becsésig gyalogol. Vagy határúj. Látom ezeket az El Camino-kat. Elmenjek egyszer tényleg úgy egyedül, hogy tudom, hogy a gyerekek otthon jó helyen vannak, hogy nem kell azon agyaljak, hogy kivigyázz rájuk, hogy mikorra kell hazaérni, hanem csak mehetek bele valahova, és takaríthatom a gondolataimat, és egy kicsit befelé figyelhetek. Ez úgy hiányzik, mint egy falat kenyér. Nagyon. Hát ilyenkor szoktak mondom, igen, az a zarándok út, amíg az egy 900 km arra azért gyúrja el egy picit, mint ennek megjugrasz. Igen. Nem rövid. Elmész egészen a végéig. De azt mondják, halnak egy részét teljesíted, már az is szép. Hát megöltél, tehát ez a távolságot úgyis a fejedben teszed meg. Persze, tök mindegy, nem az a lényeg, hogy innen elmondja. Tehát bármi lehet ez országos kékkör is. Na most mi a baj az El Caminóval? Mert érzem a hanghordozásodból, hogy baj van az El Caminóval. Igen, hogy divat, hogy egy kicsit ilyen, de az El Caminó, igazából ez nem az El Caminóról szól ez az egész történet, ezt te is tudod. Tehát, hanem ez arról szól, az elvágyódásról, hogy van 4-5 fontos, nagyon fontos zarándok út, az egyik az El Camino, a másik amikor egyedül akarok azért... maradni meg a magányba, és végig posztolom a Facebookon az El Camino-t. Hát az jó esetben nem itt történik. Egy keresztény ember számára
nyilván El Camino. De egyébként, aki pedig nem hívő ember, aki nem azt az Istent keresi, érted, akinek ez nem jelent igazából semmit, ez kötődik a... Szerintem azt kívülről megítélni most azokat, akik ezen végigmennek, hát az szerintem nagy hiba. Tehát, hogy most ezt nem is értem. Tehát ez egy kategorizálás, hogy akkor most a Camino mekkora divat. Hát nem ez a lény, tehát nem a Camino a lényeg. Hát ha ott akar menni, tök jó, ha ott lényeg. A magány a lényeg, a bőrzsönybe is fölmehetsz egy barlangba, ugyanazt megélheted. Bennem nincs ilyen, nekem engem senki nem zavar, aki bárhol keresztül megy, szóval nem érzem ezt most divat hullám. Ugye nem ilyen, tehát érted, hogy mit mondom. Hát ahol lehúzható a víza. Tessék? És ahol oda lehet a csíppel jutni. Van egy kártya nálam, ott tudok egy szállodába aludni nekem minden. De hogy ki hogy gyalogol. De hogy ki hogy gyalogol. Ne, sokan mennek, de szerintem nincs. Igaz, hogy divat lett nyilván, meg most mindenki kicsit végig akar menni, de hát azt mindenkinek meg kell találni. Júli, ez egy nagy feladat, szóljál, ha megvan. Jó. Jó? Szólok. Hogy mit találtál, kíváncsi. Ezt úgyis látjuk, mert nem lesz 3 hétig. Nem. Egyszer csak meg fog születni, és bejön egy új Júli, és azt fogom mondani, és rácok. Hogy megvan? Meg vagyok. Megvan. Na, hát kíváncsi vagyok. Én is. Jól van, köszi, okay, Júli, puszi neked, jó téma volt. Játszunk egy jó kis hármasugrást, már itt is a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, Tomi vagyok. Szia, Tomi! Miért vagy ilyen vidám? Rátok várok egy ideje. Az ilyen. Igen. De legalább élőben hallgattam a műsor telefonon, ilyen még soha nem volt. Na, látod, Anna nagyon lelkes, igen, ő mindig előbb adja a hallgatót, mint ahogy nekünk kell egy picit, de az nem baj. Inkább te várjál ránk, mint mi, tudod, mert akkor... Így van. Akkor az úgy egy kicsit körülményes. De hamar elröpent ez a 20-25 perc, nem? 3-4-7 óta vagyok adásban, egy fekete fejér, igen, nem vállal. Azóta mindig módosította Anna a projekt. Honnan hívtál minket? Kecskemét, Mezedet, kis faluból. Jó, picit olyan be vagy lassulva, vagy lehet, hogy most csak a mi fordulatunkat vetted föl? Igen, a tiédet követem úgy nagyjából. Ma te is? Hát igen, munka lesz majd ezután, is, hát nyüglődés. Mit dolgozol? Szakács vagyok. Ó, és utálod? Nem mondtam ilyet. Hát csak azért mondtam, mert azt mondta, hogy nyüglődés, azért kérdezem, hogy... Hát nem mindig van nagy kedvem megyek, de ha most hát veletek játszok egy jót, akkor nagy kedvem megy. Na jó, van, Tamás. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Erősen közepes. Erősen közepes, meglátjuk. Így szól az első, milyen nemzetiségű a Grammy-díjas Justin Bieber? Hát valószínűleg amerikai. Nem, Justin nem, Bieber, sajnos. Sokan gondolják róla, de hát kanadai. Kanadai. Basszus. Kanadai. A lányom ihlette, sajnos. Oh. Justin Bieber rajongó. Egy kegyetlen gyilkos, mint te. Nem, Justin Bieber rajongó. Kanadai. Oké, okay, hát ez rövid volt, Tamás. Hát rövid, sajnos. Ez a nap, ez ilyen? Hát igen. Ezek? Nem annyira követem Justin Bieber munkassága. Vagyunk ezzel egy párral, ezt tökre megértem. Én is megálltam volna itt. Igen, szegényke. Még ráadásul sokat is vártál, hát ezért kár volt ennyi. De 100 millió ennyi az a baj. Tamás, legközelebb, köszi, ciao. Elvelom. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3-4-10 lesz, pontosan 1 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt pontosan 1 perc, ez jó rövid reklám. Jó rövid reklám volt. Igen. Húzhat volna egy kicsit hosszabbra ezt a Géza bácsi, és a Tiszta, és a például Ágnes is, és a Teli is például nagyon sokat fogyott, 34. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Pénisz csipről beszélgettünk, az amerikaiak kitalálták, hogy a féltékeny párok novembertől csipet ültethetnek egymás, hát hogy is mondjam, érzékeny szerveibe. Hmm. És egy telefonos applikáció segítségével láthatják, hogy ha a csip működésbe lép, akkor bizony ott történik valami. Vagyis ha valaki nagyon féltékeny, berakja a csipet a partnerébe, vagy partnernőjébe, letölti az applikációt, és már is láthatja, hogy kedvesem erre garázdálkodik, és mikor. Ínyeceknek mikro. Igen. Igen, bevállalósabbaknak makro. Erről beszélgettünk, illetve vártunk hallgatói SMS-eket, véleményeket. A féltékenység témában egészen elképesztőek jöttek egyébként. Féltékeny pasikról, féltékeny nőkről. Valamint elmeséltem korán reggel egy történetet, hogy milyen az, amikor az embernek oldulnia kell, mert hogy tegnap sikerült pénztárca tárca nélkül elindulnom, beálltam egy felszíni parkolóba, és 1000 forintot jelzett a kis órácska, és hát ki kellett állnom a körútra pénzt
koldulni. És már kaptál is visszajelzést, hogy többik a kotyogót. Nagyon fincsi kis kávé van. Igen, sikerült pénzt koldulni, elmeséltem, mi történt, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 4 perc ma pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Jó reggelt, szevasztok. Hello, Csabi. Minden a legnagyobb rendben van, nyár van. Tudjátok milyen az, hát ti is most voltatok Szabin, amikor így megpróbáltok visszazökkenni. Nektek már sikerült? Nekem egy nap még kevés volt. Tehát, hogy innen hazamentem, tehát, és úgy, még úgy, nem tudom, amikor bemész egy boltba, nem tudom, Sibenikbe. Sibenik. És hogy akkor, kereste? És akkor mindent próbálsz egy ilyen angol nyelven elmondani, és akkor hazamész, és úgy furcsa, hogy magyarul köszönnek vissza, tudod? Hát figyeljetek, sok tekintetben én hülye halok meg, de hogy tegnap beszélgetem Bálint Antóniával, zsűrizték az ország cukormentes tortáit, leendőket, amikből aztán kikerül majd a győztes, és mondta a Neti, hogy ők is mennek nyelven. Mondom, hova? Sibeni. És azt mondják, hát, hogy ugyanoda mennek, hova Csabi. Igen. És hogy állítólag ez egy szenzációs gyerekbarát hely, és hogy mennyire rendben van az egész, és hogyha lehet, hogy én erről még nem hallottam. Figyelj, 6 óra alatt oda tudsz érni autóval. Pikpak. Ennyi. Sőt, Lőrincről lehet, hogy 5,5. És ott áradoztak, hogy milyen csúszdák vannak, meg hogy egyáltalán, és hogy gyerekek milyen jó fél. Megnézem, hogy szaladsz fel a piros csúszdára a kis fürdőgatyán. No. Azt azért úgy kialakul, hogy igen. Utána egy rohansz, hogy gyere virág, jön a hullám, indítják a hullámot félkor. Ahányszor én csúszdásznám eddig életem, azért lehet, hogy lentről fölfelé szaladni. Mondhatni, nem vagy az a nagy vízimádó azért. Nem kifejezetten. A csúszdaparkokat, az akvavördöket nem neked találták ki igazából. Egyszer voltunk Horvátországban, még hosszú évekkel ezelőtt, a Monival, és csináltam egy darab olyan képet, amin bementem térdig a vízbe. Ah, azért mondom, hogy nem vagy az a nagy vízimádó. Egyetlen ilyen képet, csak azért, hogy legyen. Az archív, a családi archívumban. Jani volt a vízbe is. Szerintem kezd el, ez jó. Jó élmény. Igen, azért a vízparton lenni az tényleg jó. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Morning show. Így van. Az bizony, jó reggel. Hello, sziasztok. Hello, Marci. Na, sziasztok, szia Balázs, szia Petró. Hello, Jani. Bello. Ciao, Marci, hello. Marci, hol hallgatsz minket, hol kaptunk el? Vörösváron, egy asztalos művelyből. Asztalos művely, Pilisvörösvár, jól van. Így van. Marci, írtál nekünk SMS-t, ugye amerikai találmányról beszéltünk, egy csipről, egy mikrocsipről, amit ugye a pénisz hegyére kell elhelyezni, és hát egyet a másik oldalra, és akkor bejelez az applikáció, ha a párunk félre lép. Te csak annyit írtál, ha többet akartok tudni a témáról, kérdezzétek meg Csipes Tamarát. Ja, szeretném. Úgyhogy Marcikám, te vagy a nap hallgatója, jó? Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó. Mi köszönjük. Pont nehet a saját poénját. Tetszik neki. Hát nehet. Azért írta meg, mert így. Szevasztok, ciao. Ciao. Marcikám, köszi, ciao, vigyázzatok magatokra. Hello, hello, hello. 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 Na, jól van. Milyen zenéid lesznek, Csabi? Rihannát hozom, Calvin Harrisre, most a Calvin Harrisre kicsit rámegyünk, bár a Rihanna ugye a Klassz nyár 2016 egyik sztárja. Calvin Harris ugye Taylor Swift-tel élt együtt nagyon-nagyon sokáig, már az esküvőre készültek, hát főleg Taylor Swift oldaláról, és aztán rájöttek, hogy ez mégsem működik, és szakítottak. Na hát, ne. Mostanában? Hát, ez most történt. Ők még nem erősítették meg, de hozzájuk közel álló források ezt állítják, hogy ők most szétmentek. Ez a zenei világ egyik legfrissebb és legnagyobb pletykája most. És most Rihanna szomorúan jön majd a szigetre? Nem, Kevin Harrisről van szó, Taylor Swift. Ja. Volt. Rihanna csak úgy becsatlakozott harmadikként. Megérkezett Bari a megszorára. És egyébként... akkor most Rihanna szomorú? Nem szóltam. Ettől még lehet szomorú, hát most volt Dublinban egy koncert. Hát mi van, hol olvasta a hírt, érted? Hát egyrészt, igen, és koncert közben egyébként sírt, énekelt az egy dalát, és potyogtam a könnyen. De még azt se tudják, hogy miért, nincs meg az ok. Csak kutatják. Hát majd csak beújít valaki, mert helyette. Jó, van, meghallgatjuk, Csabi. És közben folytatódik a játék, most Robin Schulz jegyekér, úgyhogy érdemes figyelni. Robin Schulz. Te hülye vagyok, Jani, hát hányszor? Na mindegy. Napjánk leghíresebb német DJ, és a Balaton parton fog koncertezni, vagy fellépni, és meg lehet nézni élőben. Jó? Jól van. Majd figyelj, Jani. Csabikám, jó munkát neked, jó? Kösz, meg lesz. 555-55-00 a telefonszám. Kérjetek Csabitól dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.